El Clásicót vagy madridi derbit rendeznek a spanyol labdarúgó szuperkupa döntőjében vasárnap. Ez a legfontosabb kérdése az előttünk álló néhány órának. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Hát a tegnapi elődöntő után jön majd a második elődöntő mérkőzés itt a spanyol szuperkupában. Ugye tegnap a Real Madrid hát nem sok esélyt hagyott a Valenciának ebben a bizonyos első elődöntőben. A madridi csapat 3-1-re tudta legyőzni a spanyol kupa címvédőjét, tehát az már biztos, hogy vasárnap este a Real Madrid pályára lép a döntőben, és hogy ki lesz az ellenfele, az pedig ma este kiderül méghozzá a Barcelona-Atletico Madrid mérkőzés után, amit természetesen élőben közvetítünk. A Szaúd-Arábiába kihelyezett szuperkupa Final Four második elődöntőjét Halmai Gáborral és Szejler Józseffel kísérjük figyelemmel. Hát a tegnapi elődöntő stúdió élén Bánki úrral, hogy is mondjam, igencsak lehúzta ezt az egész spanyol szuperkupát körbevevő hát hozzáállást, atmoszférát. Ugye most fordul az elő, hogy nem a bajnok vagy a kupagyőzteshez kerül a szuperkupa, hanem még hozzájuk csatlakozott a bajnokság második meg harmadik helyzetje, így alakult ki ez a négyes mezőny, és hát ott van ugye a helyszín, Szaúd-Arábia, tehát nem Spanyolországban, hanem itt rendezik ezt a három mérkőzést. A tiszt szemeteket is ennyire csípik, vagy szúrják ezek a változtatások? Hát mint szurkoló, igen. Miért? Szeretném megnézni a mérkőzést, és hogyha szeretném megnézni, akkor el kellene utazni, ami nem olcsó mulatság. Azt hiszem, hogy ilyen... ha Spanyolországban van ez a döntő, akkor te kimész rá. Hát, hogyha a Barcelona szurkoló vagyok, és a Barcelona játszik, akkor hogy nem mennék rá ki? Akkor szeretnék kimenni. Szerintem ott a szuperkupáknak, a döntőknek nézegettem, mindig jó hangulatuk volt, és mindig teltház volt. Miért nem onnan fogod meg ezt a történetet, hogy ti, mint, vagy hát nem tudom, te Barcelona szurkoló vagy, vagy szimpatizáns mondjuk, tegyük fel, meg mondjuk te is, ezt is tegyük fel. Ott van nektek a bajnokság, a bajnokok ligája, a Copa del Rey, tehát persze megértem, hogy ezen a mérkőzésen mondjuk nem lehetnek ott olyan számmal a Barcelona vagy az Atletico szurkolók, viszont a Közel-Keleten, ahol szintén szeretnének ilyen sztárcsapatokat, sztárokat látni, nekik ez a három mérkőzés jut. Szerintem ez belefér. Én azt mondom, tehát a klub és a szövetség szempontjából, hogy megértem, tehát ebbe a mai világból ilyen pénzek vannak, és fejlődni akarnak, szintet tartani, ahhoz egyéb bevételi forrásokat kell keresni. Ez egy egyéb bevételi forrás, tehát ez egy komoly pénzt kap a Spanyol Labdarúgó Szövetség is, meg a klubok is. 120 milliót ugye 3 évre. 120 milliót a 3 évre, amellett most, ha megnézzük a Barcelona Real Madrid, azt hiszem 6 milliót kap most erre a kis mini tornára eredménytől függetlenül, tehát én valahol megértem. De a szurkolót is megértem, aki ki akart menni a mérkőzés, aki nem tévébe akarja megnézni. Ki megy a BL-be, meg a bajnokságban. Én abszolút megértem. Tehát, de figyelj, azért van egy hagyománya itt ennek a szuperkupának és a győzelemnek is. Ugye a Barca vezeti, azt hiszem, 13 győzelemmel, ott a Real Madrid mögötte 10 győzelemmel, ennek óriási presztízse van. Egy Barca Real Madrid döntőnek esetleg, ha úgy alakul, óriási presztízse lesz. Szerintem a szurkolók, akár a Real, akár a Barca szurkolók nagyon szívesen megnézték volna ezt. Megkibéljük a pénztárcádat, nézheted a Digi Sporton itt köszönöm a döntőt. Szépen. A tegnapi elődöntőt láttátok? Én nagyjából, nem az egész mérkőzés, de nagyjából. Nem, csak nem állom meg, mint egykori kapus, hogy ott Kroos szögletgóljánál nagyon szolidáris voltál a Valencia kapusával? Két részre bontanám a dolgot. Az egyik az, hogy ő nem ott állt, hanem jóval kiebb, és ott magyarázott még a védőknek, hogy osszák el, mert ő nem ide helyezkedett alapjába, ebben meg tudom védeni. Ez is mondjuk elég figyelmetlenség, mert ugye azért neki tudnia kell azt, hogy itt egy ilyen típusú játékos, mint Kroos bármire képes. Én azt felmenteném, ebbe viszont nem. Tehát ez egy ügyetlen mozdulat volt. Ha én ebben a helyzetben kerültem volna, akkor előre felvetődök, csak jobb kézzel nyúlok hozzá, és kihúzom a kapuból a labdát. Láttunk már ilyen védést még sokkal kaptál nagyobbat ilyet? Is. Nem, nem. És egyébként nagyon ritka is, hogy szögletet rövidre. Nem, komolyan nem. Nem volt ilyen játékos. Csak látom, hogy én nagyon kevés, nagyon kevés potyagolt kaptam, ami marha jól hangozna, akkor, hogyha mondjuk 500 mérkőzést védtem, és sajnos nem védtem, hanem 160 mérkőzést védtem, én egy vagy kétig olyan potyaszerű gólt kaptam. Soha nem kaptam a lábam között potyagolt. Szerencsé, hogy ott van kortársadalmat. Igen. Szóval nem, de egyébként az a furcsa ebben inkább az egészben, hogy szögletgólt láttunk már, nem is keveset, de az, hogy így a rövidre becsavarják ilyet egyetse, és ez Kroosznak a zsenialitása. Hogy ő pillanatok alatt kiszúrta, fölnézett, látta, hogy mi a helyzet, szinte állóhelyből egyből megrúgta, és tökéletes volt a kivitelezés. A szöglettel egy vonalban lévő kamerából lehetett látni, hogy mennyire jól tekeredett ez a labda. Na akkor innentől kezdve a téma a második elődöntő mérkőzésünk. Hallgassuk Ernest
Ernesto Valverdét, a Barcelona edzőjét, aki azért a szuperkupával kapcsolatos változásokról is elmondta az álláspontját. Ez az ötödik szuperkupám. Ebből háromszor a visszavágót idegenben játszottuk az aktuális bajnok otthonában. A másik két alkalommal, tehát most is az én csapatom volt a bajnok, és tavaly például egy meccsen dőlt el a kupa semleges pályán. Most pedig négyes tornát játszunk két meghívott csapattal. Kicsit furcsa nekem ez a négy csapatos szuperkupa, de ez van. Ha választanom kéne, én az előző lebonyolítás mellett döntenék, de ez a szövetségtől függ. Ők meg így döntöttek. Alkalmazkodnunk kell a speciális körülményekhez, de így volt ez tavaly is Marokkóban. Tudjuk, hogy milyen nehéz az Atletico ellen játszani. A legutóbbi bajnoki meccsünk sem volt könnyű. Csak az utolsó percekben tudtuk megszerezni a győzelmet. December elején volt az a mérkőzés, és Lionel Messi gólja döntött az Atletico Madrid ellen. Nem annyira volt elragadtatva itt a szuperkupával kapcsolatos változtatásoktól Ernesto Valverde, de viszont ha már az a decemberi meccs, te ott voltál, akkor Madridban rendezték azt a mérkőzést. Neked mi volt a benyomásod ebben a párazban? Ugye egy késői gól a 86. percben döntött Messi. Igen, tehát egy nagy eső volt, arra emlékszem, széttáztunk, tehát szétfagytunk, de megért az a mérkőzés. Egyrészt azért az első 15 perc az fantasztikus Atletico fölényt hozott, tehát tűzijáték volt Ter Stegen kapuja előtt, akár 3-0 is lehetett volna már mérkőzés, a Józsival ezt beszéltük az imént, aztán a Barca magára talált, de hát mindenki azt hitte 0-0 a meccs, nem volt sok helyzet a másik fél időben, aztán jött Messi, a zseniális Messi, és eldöntötte a mérkőzést, úgyhogy de Messinek amúgy is mi az Atletico ellen mindig. És ott Ter Stegennek... És ott Ter Stegennek volt egy olyan védése, amikor kapásból 5-6 méterről rárúgták, és igen, tulajdonképpen igen. Reflexből bele tudott kapni a Vádliával addába, ami elment a gólvonal előtt. Ami élőben már az gólnak láttuk. Igen, az valami olyan hihetetlen reflex és bravúros védés volt, és ugye csak azért mondom, mert most Ter Stegen nincsen. Nincs Ter Stegen, vannak hiányzók azért itt a Barcelona csapatánál. Ugye jó néhány fiatal játékost is elutaztatott a Barcelona edzője Szaúd-Arábiába, viszont azért a kezdő csapatot nézve Ter Stegen ugye nincs, aki Dembélé-hez hasonlóan sérült, viszont ez gyakorlatilag most Rakitic-sel kapcsolatban azért megcsinálja Valverde, hogy kiadja a kezdőből, ugye most is erre látunk példát, de ez tulajdonképpen a legerősebb Barca. Abszolút. Igen, a legerősebb Barca, talán a Rakitic jöhetne még be esetleg Vidal helyett, de megállt. De ugye Rakitic a hétvégén a bajnokin kezdett az Espanyol ellen, a fél időben lecserélte, helyette jött Vidal, gólt szerzett, második fél időben megfordították 0-1-ről a meccset, igaz, hogy 2-2 lett, de azt, hogy a fél időben lecserélték Rakiticet, az szerintem egy jelzés volt a játékát illetően, viszont én egy picit megvédem Rakiticet, mert szerintem méltatlan az, ami most egy kicsit úgy vele van, hogy el fog menni, meg, és ő mondja, hogy ő nem is szeretne elmenni, tehát olyan, mintha egy picit ilyen kényszerpálya lenne. Igen, és egy kicsit félrerakták a Rakiticet, ami fájdalmas neki. És az, hogy az utóbbi évek egyik legjobb igazolása volt, és a legszorgalmasabb, leghajtósabb játékos, szerintem nagyon jó játékos, és neki ebben a lelki állapotban kellene maximumot nyújtani ebben a világ egyik legjobb csapatában, ami szerintem nem könnyű, és lehet, hogy a teljesítményére is ez kihat. Messi és Suárez viszont azt lehet mondani, hogy a maximumot nyújtja azért összességében ezt az idényt figyelve is, tehát az, hogy ők ketten január elejénél tartunk, és 24 gólos ez a két játékos együtt itt a Barcelonában. A Barcelona gólok felét a bajnokságban ők ketten szerezték, szóval ez tényleg ez a no comment kategória megint. Így van, tehát le a kalap, persze messzire tudtuk hosszú évek óta hozza ezt a formát. Suárez viszont ezzel a mentalitásával, ezzel a megalkuvás nem tűrő darálása, amit mérkőzéseken hoz, és amellett nyilván ragyogó futballista, de én nagyon szeretem ezt a hozzáállást, úgyhogy Griezmann még kicsit fel tudnám melléjük zárkozni, akkor megint egy van szuper triója lenne. Van még ilyen különlegesség ennek a meccsnek Griezmann szempontjából, ugye ő játszott decemberben is, évekig volt az Atletico játékos, most megint ott van a kezdőben, de ez most egy semleges terep, tehát olyan nagyon komoly behatások azért kintről szerintem most nem érik. Hát most nem, de én nagyon sajnáltam a decemberi mérkőzés, amit ott kapott a bemelegítéstől kezdve a mérkőzés alatt az nem lehet. Egyébként nem mit lehet. Várt? Vagy te mit várt? Hát nagyjából ezt vártuk. Hát igen, de a mai világban ugye ez van, tehát a játékosok jönnek, mennek. Nyilván az Atletico szurkolók nem tudják feldolgozni. Meg azért én azt gondolom, hogy ő nagyon sokat letett az asztalra Griezmann. És így kapta. Hát ez volt a fájdalmas a szurkolóknak, hogy egy ilyen játékost veszítenek el, aki sokat letett, és még jó néhány sikerhez segítette volna az Atleticot. Átment a nagy riválishoz, ami nem tetszett a szurkolóknak. Az egyik nagy rivális. Egyik nagy rivális. Mi a nagyobb motiváció szerintetek egy Barcelona játékosnak? Az, hogy a döntőbe lehet itt jutni a szuperkupában, vagy az, hogy az Atletico Madrid ma az ellenfél?
Szerintem trófát akar nyerni, mindenkit számogatják a trófákat, állandóan ezt hallom, hogy hány trófát gyűjtött be a menedzser, az edző, a játékos, szerintem itt a presztízsre megy, a trófára megy, úgyhogy valószínűleg ez is a legjobb csapat. Így van, én azt mondom, hogy tulajdonképpen mind a négy csapat elhozta a legjobb játékosokat, de akik nem sérültek, azok itt vannak. Én úgy gondolom, hogy ezt a trófát, ezt mind a négy csapat úgy indult, hogy meg akarja. Meg egyébként tök mindegy, hogy most hol rendezik ezt a mérkőzést majd vasárnap. Hát most, ha belegondolunk, lesz egy Real Madrid-Atletico Madrid döntő, vagy egy Real Madrid-Barcelona döntő, és teljesen mindegy a helyszín, az egész világ figyelni fogja azt a találkozót. Ez így van, és épp azért mondtam, hogy az a presztízs, hogy most a Barcelona a vezetés 13 győzelme van, a Reálnak 10, és akkor vagy lesz 14, vagy nekik lesz 11. Ez biztos, hogy egymással szemben is, meg az, hogy az Atletico pedig a városi riválist esetleg le tudja győzni a döntőbe. Én úgy gondolom, hogy itt a motivációval nem lesz gond. Hát hallottuk már Ernesto Valverdét, most jöjjön Diego Simeone meccs előtti gyors helyzetjelentése. Ez nem olyan, mint hogyha bajnokit játszanánk a Barcelona ellen. Az egyenes kieséses rendszerben muszáj legyőznünk őket. A bajnokságban néha belefér egy döntetlen is, de itt most ez kevés a továbbjutáshoz. Itt mindenképp győzelmi kényszer van. Nem tudom, az emberek hogy gondolkodnak erről a sorozatról, de nekünk csak a győzelem számít. Én már gyerekként megtanultam, hogy minden sorozat fontos. Úgyhogy én erre a szuperkupára is pont így tekintek. Szerintem ezzel az Atletico játékosok is így vannak, és bennem is sokszor az felmerül, hogy egy játékos, amikor felmegy a pályára, akkor szerintem nagyon nem tesz különbséget, most ez egy BL meccs, egy bajnoki meccs, vagy csak egy szuperkupa megnyerhető trófea, és ennek megfelelően állnak hozzá. Itt is vannak azért hiányzók az Atletico Madridban, nincs például Diego Costa, meg Thomas Lemar sem, viszont itt is azért azt lehet mondani az Atletico esetében, hogy a körülményekhez képest ez is egy szinte legerősebb kezdő. Talán azt mondhatjuk, hogy a legerősebb kezdő, Koke, aki hiányozhat, meg hiányozni is fog, de hát majd meglátjuk, hogy a pályára lép-e. Az Atletico is komolyan veszi, de hát gondolom azért a szerződés is úgy van megcsinálva 3 évre, hogy itt azért nem lehet csak a fiatalokra épített csapatokat kihozni, de meg még egyszer mondom, statisztika, a trófák, ma ebben a világban élünk, mindenki ezt gyűjti, itt meg két meccsen meg lehet szerezni egy trófát. Viszont azért itt nem feltétlenül a múlt alapján az Atletico ennek a mérkőzésnek az esélyese, tehát lassan 4 éve, jó sokszor találkoztak egyébként itt az utóbbi időszakban, akár hogyha egyébként a Bajnokok Ligáját is nézzük, lassan 4 éve nem tud mérkőzést nyerni az Atletico Madrid ellen, az Atletico Madrid a Barcelona ellen. 2016 az utolsó olyan dátum, 2016 tavasza, amikor a BL-ben az Atletico le tudta győzni. Igen, és hát Simeone mérlege meg még síralmasabb, mert 26-szor találkozott a Barcelonával, és összesen 2-szer tudta legyőzni a Barcelonát, úgyhogy azt gondolom, hogy őnek is egy óriási presztízs, és biztos, hogy feltüzeli a csapatát, hogy sikerüljen ez a dolog. De azért látjuk, még 3 gólt se rúgott a Barcelona nekik, tehát nagyon nem verték meg az Atletikot a barszások. Az Atletik alapvetően nem arról híres, nem azon, nem a sok típusú gólt kapott csapatok közé tartozik. Real Madrid tehát ellenfélre vár. Itt a Superkupa döntőjében azt is mutatjuk majd egyébként vasárnap este természetesen élőben, hogy melyik lesz ez a csapat, az hamarosan kiderül. Nem sokára kapcsolunk Szaúd-Arábiába. A Barcelona Atletico Madrid mérkőzést Egri Viktor kommentálja. Madrid derbi vagy El Clásico következik vasárnap. Jó estét kívánok! Ezt fogjuk megtudni ma. Barcelona-Atletico Madrid meccs következik. Tehát itt látjuk Piquet kis a távolba meredő tekintettel. Rengeteg dolog történt a Barcelonával már azóta is, amióta megérkezett Szaúd-Arábiába. Például a sajtótájékoztató az eredeti időponthoz képest megcsúszott. Nem tudták a tegnapi edzés előtt megtartani, mert eltévedt a sofőr Valverdével és Busquetszel. A Real Madrid-Valencia mérkőzés helyszínére akarta őket vinni. Ez csak az egyik. A másik viszont az, hogy teljes energiával és lendülettel készül a csapat arra, hogy legyőzze az Atleticot. Bár azt hiszem, hogy Valverde nyilatkozatai nem segítik a totális koncentrációt a mérkőzésre, mert hogy ő rengeteget beszél arról, hogy miért is kell a csapatának most 2 meccset játszani, ahol ott ugye a Superkupa mindig is arról szólt, hogy egy darab egymás elleni mérkőzésen maximum oda-visszavágósan 2 meccsen, de 2 csapat között dől el egy trófea.
és hát arról is beszélt, hogy 5-5-ször szerepel már valamelyik csapatával a szuperkupában. Az első 3 alkalommal a bajnok rendezte a döntő mérkőzést, amióta pedig bajnok csapatot irányít, azóta semleges helyszínen rendezik a tornákat, és most már innentől kezdve valóban tornákat, mert ugye 4 csapat vesz részt a mostani szuperkupán. Azért, ha hallották a stúdióban, hogy milyen kezdőkkel áll fel a két együttes, akkor azt hiszem, hogy kifogásuk önöknek, nézőknek, meg egyáltalán a helyszínen lévőknek senkinek nem lehet, mert ez egy igazi vérremenő klasszikus Atletico Madrid Barcelona meccs lehet, ami nem tudni, hogy mennyire jelent jót az Atleticónak, hiszen decemberben kikapott a Barcelonától, egyébként mindez ideig ez az utolsó veresége az Atleticónak, azóta a lejátszott mérkőzésein egy döntetlen mellett 4 győzelmet aratott, hogyha a Lokomotív elleni BL találkozót is ide számoljuk. De hát amúgy is az előző 10 esztendőben 30 egymás elleni meccsből az Atletico csak 3-at tudott megnyerni. Ami miatt viszont Simeone szívesen emelte ki a saját megnyilatkozásaiban azt, hogy ez egy kieséses meccs, hogy az a 2 siker az 2 bajnokok ligája negyed döntőben következett be, és azzal a 2 győzelemmel tovább is jutott és kiejtette a Barcelonát az Atletico. És valóban azért ez a mostani küzdelem egymás ellen az inkább mérhető ahhoz, mint sem egy bajnoki találkozóhoz. Simeone pedig kifejezetten élesen képes beállítani a csapatát azokra a mérkőzésekre, amelyek továbbjutásról döntenek. Mondhatni, hogy életről, halálról szólnak, legalábbis azon a sorozaton belül, szerencsére egyéb értelemben nem. Itt a Barcelona kezdője, tényleg a lehető legerősebb, ugye Ter Stegen, Arthur és Dembele hiányzik sérülés miatt, de hát ott van Suárez, Messi és Griezmann a támadó szekcióban, Neto a kapuban, ez összesen a 3. meccse lesz kezdőként tétmérkőzésen a Barcában, és a 3. különböző sorozatban, a BL-ben védett már a Primera Divisionban, és most pedig a Superkupában mutatja majd meg képességeit. A mérkőzés játékvezetője José Luis González González, aki fújta már egyszer a két csapat találkozóját 2015. januárjában, akkor a Barcelona a spanyol kupa negyeddöntőjében 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot. Messi és Oblak a két csapatkapitány. Obláknak sem telik különösebben sok öröme Messiben, ahogy általában a kapusoknak nem, de azt érdemes megemlíteni, hogy amióta Oblak véd az Atleticóban, és amikor Oblak véd az Atleticóban, akkor Messi még nem tudott egynél több gólt szerezni, holott azért pályafutása során már 3 triplát és 3 duplát is elhelyezett a mostani ellenfél kapujában a különböző sorozatokban. A videóbírót használják a találkozón, itt látjuk a VAR szobát. Az lenne jó, ha minél kevesebbet kellene az ottani történésekkel foglalkoznunk nekünk, és az ott ülőknek pedig a pályán történtekkel. Itt az Atletico kezdője, João Félix lesz Morata társa. Támadásban ugye itt Diego Costa hiánya kifejezetten érzékelhető, és Lemar nincsen még az együttesben sérülés miatt. Koke pedig felépült, és ugyanazt mondta Simeone, hogy véletlenül a kezdőben lesz, ehhez képest viszont csak a padon egyelőre Koke. Nem lehet tudni, hogy milyennek az oka, lehet, hogy egyelőre nincsen abban az állapotban, hogy 90 vagy esetleg ugye hosszabbítás is előfordulhat, 120 percet végigbírjon, és a padról beszállva többet segíthet a csapatán, de ez csak feltételezés. Simeone viszont biztosan tudja, hogy miért döntött így. Itt van Valverde, akinek egyébként a spanyol labdarúgó szövetség elnöke Luis Rubiales válaszolt a lebonyolítást firtató felvetésére, és azt mondta, hogy ebbe a Barca is belement februárban az előző évben. Jön tehát a Barcelona és az Atletico Madrid találkozója, mind a két csapat jellegzetes, felismerhető szerelésben. Umtitinél a labda. Ő december 21-én az Alaves ellen szerepelt legutóbb, és azóta kisebb sérüléssel bajlódott. Sergi Roberto, Semedo is lehetett volna a jobb hátvéd, de ezen a mérkőzésen Sergi Roberto kap lehetőséget. Rossz volt az előretett labda, Tomás szerezhette meg, és most már ő passzolt a társnak, és jut egészen hátra a labda. Felipe kapta Savic-tól. Felipe és Savic a két középső védő.
És már is ment az ível és Korea irányába. Korea egészen Morata háta mögött, közvetlenül közel a spanyolhoz bukkant fel. Ott láttuk Moratát, és itt pedig Titit. Jöhet az első szöglet a mérkőzésen. És Trippier balla ki a szöglet zászlóhoz. Elő van Savic, Felipe, és láttuk Moratát, mindannyian ragyogóan fejelnek. Középre ívelődött Felipe irányába, onnan sikerült felszabadítani. Korea, De Jong vette le a lábáról a labdát. A Barcelona legutóbbi mérkőzése az Espanyol elleni derbi volt, azon 2-2-es döntetlen született, és most is az ellenfelet kergető De Jong, akit 21-esben látunk, piros lapot kapott. Morata. Ez kapu felé ívelődött, így Neto foghatja. Neto a felkészülés során egészen kiváló produkciókat mutatott be, aztán megsérült, és a szezon elején már nem volt bevethető állapotban, így megkérdőjelezhetetlen volt, hogy Ter Stegen minden meccsen kezdeni fog. Umtiti, Busquets, meglehetős csend a stadionban, ez azért ilyen szintű mérkőzéseken szokatlan, de Szaúd-Arábiában nem szeretik használni annyira a hangszálaikat a szurkolók. Messi nyúlt mellé a labdának, Morata, Umtiti, Busquets és De Jong. Sikerült elvenni a labdát, ez pedig egy hirtelen indulási esély volt egy apróbb technikai hibát követően. Busquets De Jongnak tette, Jordi Alba. Látjuk, hogy a szokásos módon Busquets belép a két belső védő közé, így pedig hárman maradnak hátul. A katalánok felszabadítják ezzel a szélső védőket, Jordi Alba és Sergi Roberto pedig nagyobb energiával támogathatja az akciókat. Busquets. Még tudatosabb játékot kéri számon a csapaton. Busquets legalábbis a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón általa elmondottak alapján. Azt gondolja, hogy ez lehet egyértelműen a siker kulcsa. Sergi Roberto nem tudta megszerezni a labdát, Renan Lodival szemben szabálytalankodott. Renan Lodinak nincsen még az Atletico Madridban trófeája, ami van az Paranaense állami bajnoki diadalmék Brazíliából, illetve nyerte egy Copa Sudamericanát, az a dél-amerikai Európa Ligának felel meg. Tehát nem az első számú, hanem a második számú sorozat. João Félix megpróbált kilépni, Simeone róla külön beszélt a sajtótájékoztatóján, hogy még fel kell vennie az itteni ritmust, és rá kell éreznie az Atletico Madrid beli elvárásokra. Vidal Messinek. A közönség most hangosabbá vált, az átadás nem jó, ezt le tudta Herrera fülelni. Herrerát nagyon dicsérte Tomást, és mellettük pedig Sault is. Simeone mondván, hogy Koke sérülésének ideje alatt remekül játszottak. Vidal koreáivel te középre a labdát, Vidal jól zárt vissza. Tomás lövi el, az nem rossz, Netónak kell védenie. Pattogós labda. Némiképp takarásból is, úgyhogy bizonyos kellemetlenségek azok voltak a lövéssel kapcsolatban, de ezeket megoldotta Neto. Méghozzá nagyon könnyedén. Jól kirajzolódik az Atleticónál a 4-4-2-es felállás. És a Barcelonánál pedig ilyenkor, amikor elindul a támadás, akkor egy 3-2-4-1-es formáció. Ugye gyakorlatilag Busquets a három védő egyike középen. Ott marad a két középpályás, De Jong és Vidal egy vonallal előttük, és utána jön egy
négyes, amelyben Messi és Griezmann is helyet foglal mellettük a szélen, a jobb oldalon Sergi Roberto, a balon pedig Jordi Alba, és egy picivel előrébb Suárez. Jordi Alba engedi ki a labdát. Trippier mutatja, hogy mit kellett volna tenni. Umtiti. Busquets. Messi nagyon mélyen visszalép. De Jong, aki abszolút élvezi a bizalmat, ugye mind a 19 bajnoki mérkőzésen pályára lépett eddig a szezonban. Hát a következő nem fog eltiltás miatt. 17-szer kezdő volt egyébként De Jong, és csak 2-szer csere. Piqué. Umtiti. Messit kezdi el éltetni a közönség. De Jong. Piqué. Sergi Roberto. Vidal Busquetsnek. De Jong nem érezte, hogy ez neki menne. Messi megint mélyen visszalép a közönség nagy örömére. Egészen nyilvánvaló, hogy Messi személye a 3 éves szerződésben elég komoly szerepet játszhatott, vagy legalábbis annak a végösszegében. Busquets. Talán még az átlagosnál is nagyobb rajongótáborral rendelkezik az arab térségben Messi. De Jong. Jordi Alba. Griezmann rúgja keresztbe. Vidal! Rádölt. Vidal ragyogó formában. 6 gólja van a bajnokságban. Úgyhogy összesen 4-szer kezdett a csapatban. Úgyhogy nem csoda, hogyha az ilyeneket megpróbálja egyből ellőni. Látszik rajta az önbizalom. 4 szezonnal ezelőtt a Juventusban érte legutóbb ennél több gólt, mint amennyinél most tart már a spanyol bajnokságban. Morata. Jordi Alba. Tomás tette le, és lehet építkezni. Saul teszi Renan Lodinak. João Félix. Saul. Felipe. João Félix. Renan Lodi. Ezzel lehet menni. João Félix megkapja, és nem találja el a labdát. Umtiti ment, csúszott, de ettől mellette vissza lehetett volna passzolni a labdát. És valóban egyelőre João Félix egyáltalán nem érzi az esetek többségében igazán otthonosan magát az Atletico-ban. Összesen 2 gólja van a bajnokságban. Ahhoz képest, hogy mondjuk a Benficában az előző igazán kirobbanó évében 15 találatig jutott. Ez így a spanyol bajnokság felén túl meglehetősen kevés. Busquets. Elég furcsa látvány, hogy Suárez gyakorlatilag a 4 védővonalában egyedüli spanyolként, vagy ő barcelonaiként tartózkodik. De Jong. Többiek hátrébről indulnak. Griezmann. Jordi Alba. De Jong. Griezmann. Jordi Alba. Most a védők mögött. Messinek. Messi. Ez már les volt. Valószínűleg már Jordi Alba lehetett lesen. Értetlenkednek a katalán játékosok. Későn emelkedett a zászló. Azt hiszem a közönség reakcióiból egészen egyértelmű, kivel szimpatizálnak. Melyik együttesnek szurkolnak. Ez így elsőre is lesnek tűnt. De hát itt a VAR érában megszokhattuk, hogy kicsit később jeleznek az asszisztensek és a játékvezetők. Szabadrugás lesz. Griezmann kérdezi meg González-t, hogy miért ítélt így. González-Gonzáleznek egészen brutálisan érdekes a statisztikája a Barcelonával, bár nyilván a Barcánál vannak hasonlók, de azért 28 általa dirigált meccsben csak egyet
veszített el a Barca. Renaldi. Sergi Roberto üldözi kifelé, Tomás. Renaldi. Savic tette le Felipinek. Saul. Sergi Roberto előzte meg Renaldi, de az is lehet, hogy kiment volna a labda, hogyha nem igyekszik ennyire. Ezt nem tudom, hogy miért lassítják ennyiszer. Az a gyanúm, hogy a rendező nem érti, hogy mit ítélt a játékvezető. Neto, óriási ütközés a vége. Koreás szorult be Neto és Umtiti közé, és talán ő húzta a legrövidebbet a három közül. Orvos kell. Itt van, hogy Tomás teljes nyugalommal átveheti a labdát, és ezt kiválóan teszi ki a szélre. A középre fejelt labda nem elég pontos, és itt látjuk Koreá gyötrelmét, amint talán a feje az, ami leginkább satúba került. Nem egy kellemes állapot. Tehát megüthette a bordáját is, úgy látom, hogy rosszul is érkezett, tehát a lába is fájhat. Diego Simeone sétál a pad előtt, meglehetős nyugalommal. Egyébként sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán leülhette a kispadra ezen a meccsen, még akkor is, hogyha esetleg nem ülne le egyáltalán, mert benne van, hogy végigállja. Itt van még egyszer az akció közben. Ez tényleg nagy csattanás volt. Trippier fejelte középre, és utána ez a performance, amely Korea számára volt a legkellemetlenebb. Szóval 2014-ben a spanyol szuperkupában Diego Simeone-nek volt egy nem akármilyen attrakciója a Real Madrid ellen. Mégpedig egy olyan, ami után felküldte a játékvezető a lelátóra, de ő nem hagyta el a pályát, hanem a kispad mögött helyezkedett el. 8 meccses eltiltást kapott, 4 plusz 4, amiből 4-et letöltött a bajnokságban, de a többi az egyéb sorozatokban letöltendő volt. Aztán most az Atletico Madrid fellebezését elfogadták, és így végül ezen a mérkőzésen már itt lehet Simeone. Koreá mozgása nem tökéletes, úgyhogy Koke már elkezdte a melegítést. Egyébként azon a mérkőzésen a negyedik játékvezetőt is molesztálta Simeone, egész pontosan hozzáért, aztán üvöltözött a mérkőzés vezetővel is, és utána nem volt hajlandó elhagyni a küzdőtér szélét. Ez még tőle is váratlan produkció. Piqué, Busquets, De Jong. Griezmann húzódott ki. Jordi Alba, Suárez lép hátra. Az utóbbi időszak legjobbja a Barcelonánál, hogyha a gólokat, gólpasszokat veszük. Suárez a legutóbbi 9 Barca gólnál, vagy ő érte el a találatot, vagy ő adta a gólpaszt. Ez egy egészen hosszú sorozat, pláne ilyen társak mellett, ahol azért mások is adhatnák az asszisztokat, és mások is lőhetnék a gólokat. Az Espanyol elleni 2-2 legutóbb egy gólt ért el Suárez, és egy gólpaszt adott. Volt még egyébként egy óriási zicsere a mérkőzés vége felé, amellyel mind a 3 pontot megszerezhette volna csapatának. Umtiti, De Jong. Jordi Alba, Griezmann beindul, ez a passz rossz, Suárez. Busquets, Sergi Roberto, Messi kéri el, és teszi oda Griezmann elé, de ez nem elég pontos. Renaldi húzza ki a labdát. Piqué, Sergi Roberto, Messi, Busquets, higgadt, és mondhatni, hogy megszokott labdajáratás, miközben az Atletico Madrid védekezésben is szemmel láthatóan a 4-4-2-t választja.
de João Félix és Morata közül egyikük sem lép hátrébb a középpályára. Érdekes Oblak mozdulatsor, Suárez ellen az ítélet. Igen, kitette először a könyökét, aztán egy kicsit bele is ült a kapus ölébe Suárez. Ott látjuk, hogy használja a karját. Minden esetre Oblak ennél határozottabban is kiléphetett volna. És ő már a második Atletico játékos, akinek fájdalmai vannak. Oblak óriási erőssége az Atleticónak, úgyhogy ha ő kiesne, az azért nem mindennapi probléma lenne Simeone számára. Látjuk még egyszer a szabálytalanságot, és azt, hogy utána Suárez még visszafenekel egyet, utána talán rosszul léphetett Oblak. Suárez természetesen ártatlan volt és vétlen. Oblak próbálgatja a lábát. A cserélni persze Antonio Adán személyében tudna kapust Simeone, de nem ez minden vágya, ha tippelhetek. És Oblak sem szeretne lejönni. Nyilván a sajtó egy része szerint ez a mérkőzés Griezmannról is szól, aki 180 bajnokin 94 gólt ért el az Atletiben 5 szezon alatt. Ez egészen brutális szám. És akit, ahogy a stúdióból is hallhatták, az Atletico Madrid közönsége a bajnoki meccsen egészen hihetetlen módon kifütyült. Tehát a távozása, annak körülményei nem voltak igazán szívet melengetőek a madridi szurkolók számára. Felipe sodorja el a labdát, Messi kezezést reklamál, és hát gyakorlatilag Messi hadseregeként működik a lelátó népe. Azt látjuk, hogy szinte vezényli az argentin játékos a publikumot minden gesztusára, a számára kedves módon reagál a közönség. Sergi Roberto. Meglátjuk, hogy ez mondjuk González-Gonzálezre mekkora nyomást helyez egy-egy pillanatban, de hát azért nem annyira agresszív a hangulat. Saul rúgott oda Messinek. Ez volt az első csele Messinek, amely után levett egy az egyben egy ellenfelet. Rögtön észrevett, hogy Saul rosszul helyezkedik. Itt van ez a kezezésnek nevezett valami. Hát ez, igen, tehát a videóbíró korában ezek annyira nevetséges reakciók, de hát ugye beleivódott a labdarúgók többségébe, hogy megpróbálják elhitetni a játékvezetővel. Messi csavar, Vidált szerette volna helyzetbe hozni. Valverde az időponttal sem igazán elégedett, jobban szerette, amikor a szezon kezdődött a Superkupa mérkőzéssel. Mert ez csak egy kupameccs még végül is, miközben zajlik a bajnokság, és mondjuk az egész, ha bejutnak a döntőbe, akkor csak két kupameccs. Felipe. Umtiti támaszkodott. João Félix. Morata fejelte vissza, magas láb. Héctor Herrera emelte magasra a lábát. Ezért járt a közvetett szabadrúgás. Suárez De Jongot ki akarta ugratni, de a holland nem úgy mozgott. Most kapja De Jong Messitől. Suárez Messi felé vissza, Felipe. Azért most már az események nem korlátozódnak a két 16-os közötti területre.
egyszer-egyszer felbukkantak a felek az ellenfél nagy téglalapján belül is. Jó lenne, hogyha az ilyen akciók száma növekedne. Exponenciálisan, ha lehet. Sergi Roberto. Busquets. Vidal. Megpattan. Oblak. Jött Suárez bent, úgyhogy a kapusnak igyekeznie kellett. Vidal képviselői Milánóban voltak, de a hírek szerint már ott arról beszélt, hogy fontos történés nem nagyon várható az átigazolási időszakban, Vidállal kapcsolatban. Griezmann, Suárez, Jordi Alba. Messi indult volna be, és visszakapja Messi, megtolja, Oblak! És Tomás. Az első nagy helyzet, és az első igazán jelentős védés. De Jong. Savic tette hátra, Oblak. González, González megy, Morata arca csillette meg az eseményeket, Busquets szabálytalankodott. Igen, kitette a könyökét, nem is találta az ellenfelet. Itt van Messi beindulása, megpattan a labda, de visszakapja ragyogó ütemben, és rá tud gyorsítani. Ez nem volt egy kötelező védés azért Oblaktól. Itt van, hogy Jordi Alba leteszi Messinek, mert ugye nem a rövid sarokra ment a labda, hanem át kellett védeni a hosszúra. De Oblak érezte, hogy mi jön. Felipe. Oblak. Messi 39 meccsen 30 gólt szerzett az Atletico Madrid ellen. Egészen brutális szám. Hogyha bajnokikat vesszük, akkor 25 találata van a mostani ellenféllel szemben. Csak a Sevillának lőtt több Primera División gólt Messi. Tomás. Felipe. De azért a Barcelona vezetői számára és azoknak a játékosoknak a számára, akik megélték a 2014-es és 16-os egymás elleni BL párharcot és az ottani kudarcot, az egy örök, kellemetlen, nyomasztó emlék. És könnyen elképzelhető, mondjuk az olyan meccseken, ahol tényleg ki lehet egyből esni, tehát nem bajnoki találkozók, azokon esetleg eszébe is jut egy-egy futballistának az. Sergi Roberto. A másik oldalon pedig Simeone nyugodtan felhasználhatja motivációra azoknak a meccseknek az élményét vagy felvételét. Messi! Saul mellett nem tudta betenni a labdát. Ez jó védekezés volt. Jöhet egy szöglet. Itt látjuk, ahogy az Atletico 8-asa elpöcköri a labdát. De Jong. Sergi Roberto Messinek. Messi megint a jobb lába felé indul, ez meglepő. Legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy az Atletico játékosok tudatosan helyezkednek úgy, hogy ne tudja a bal felé vinni. Ezt már a középpályán láthattuk ugye Saultól is, amiután Saul szabálytalankodott. Suárez kiengedi. Piqué veszett össze, talán Savicsal. De lehet, hogy Felipe-vel. Felipe-t hívja oda a játékvezető. Piqué nem akar beszélni a problémáról, úgyhogy ő elindult hátrafelé. Igen, hát ez egy differens kép volt, amit lassítottak nekünk, nem először most már. A labda Barcelonáé.
Titi. Busquets. Messi elengedi. Sergi Roberto. Busquets. De Jong. Ez egy jó labdaszerzés volt, de aztán nem tudta folytatni Korea játékot, akinek egyébként a mozgása az most már harmonikussá vált a lábfájdalom után. Sergi Roberto nagyon jó labdát kapott, vitált középen, lecsorog a labda Griezmann, Savicsról vágódik kifelé. Sergi Roberto. Ez Tomassé. De csak addig, amíg elrúgja a labdát. Simeone alatt nem mindig törekedett az Atletico a látványos szép játékra, és ezen a mérkőzésen sem érezni egyelőre. Hatékonyan szeretnének védekezni. Az viszont tudható volt, és látható is a meccsen. Renaldi nem eszi meg a cselt. João Félix ott hagyja remekül, Saul indul be, és lemaradtak a Barcelona védők. Ott van Morata. Umtitire vihetné rá a labdát, de inkább lassan folytatja az akciót. Sikerült Saulnak úgy hozzáérnie, hogy Korea ne tudjon lőni. Trippier, rossz a beadás. Ebben sokkal több volt, és Simeone együttese nyilvánvalóan erre készült, a kontrákra. Itt van még egyszer, ami középen történt. Vidal arcát mondjuk Felipe megtapogatta. Hozzáteszem, hogy az is elképzelhető, hogy Vidal alányomult a felugró védőnek. Tehát már eleve az ő mozdulata sem volt teljesen szabályos. Utána jött Griezmann lövése és Savic blokja, amit nem mutattak meg nekünk egyébként. Griezmann nem találta el különösebben jól a labdát. De Jong. Vidal. Busquets. Messi. Most ő indul a szélről, ez egy másik felállása a támadó szekciónak. Akkor a szélsővédők nem nyomulnak annyira fel, hanem a támadó Griezmann és Messi helyezkednek az oldalvonalnál. Renan Lodira vitte rá, igazából megvolt a lövőhelyzet, de ez egy rossz kísérlet volt. Távol volt a labda Messitől. Nagyon rossz átadás volt Herrerától, és utána ráadásul szabálytalankodott is, még mozgott a labda, visszarendeli González. Valverde, nem is tudom, hogy milyen arckifejezéssel, egyelőre nem boldog az egészen biztos, de hát ezt tudtuk, hogy 0-0-nál nem is lesz. Jordi Alba, Suárez fordulna. Nagyszerű szerelés volt Saultól, Tomás nem tudja elvinni, erre pedig Oblak jön. João Félix találkozott Vidállal. Azt hiszem, hogy Vidálról állítható leginkább a Barcelona játékosok közül, hogy Simeone koncepciójába és az Atletico Madrid korábban nagyon jól megszokott stílusába leginkább beleillő futbalista. Morata. Ezúttal Piqué és Busquets fogta közre, sokkal többet szabálytalankodik a Barcelona eddig. Igaz, hogy a felezővonal környékén állítják meg az ellenfelet apróbb tüskékkel. Trippier. Herrera. Tomás. Renaldi irányába. Renaldi el tudja vinni Sergi Roberto mögül. Jön Piqué, aki lábat talál. És ez sárga lap lesz. Itt Renaldi most nagyszerűen indult meg. Nagyon jó volt Tomás passza keresztbe, amire Sergi Roberto nem ért oda. És sikerült egyből úgy átvennie Renaldinak, hogy vihesse a labdát, ez pedig egy valóban elkésett
becsúszás, hogy ilyenkor Piqué miért mutat a labdára, az szintén a rejtély kategóriába tartozik. Jól döntött González. És jó helyről jár a szabadrugás az Atletico-nak. Talán amikor Godin a madridiak mezét viselte, akkor még veszélyesebb volt egy-egy ilyen próbálkozás. Ő fontos gólokat fejelt, ha nem is sűrű, de egyszer-egyszer ilyen helyzetekből. Érjen rá, kapu felé, Neto! Végtelenül kellemetlen volt ez, hogy kapura csavarodott a labda, mert ott a fejek, felső testek között találta meg az utat. Közben egy kötényt ad Suárez, ebbe saját maga is beleesett utána. Renan Lodi labdaszerzését látja szabálytalannak, González, a Barcelona jöhet. Hát itt pont a labdát nem lehetett látni. Busquets. 9 katalán szabálytalanság, és csak 5 az Atletico-tól. Mondjuk nem ez az, amit megszoktunk azon az eddigi 26 Barca Atletico-n, Atletico Barcán, amin Simeone irányította a madridi csapatot. Sergi Roberto. Messi. Saul mellett elfut, egy kicsit hosszan tolja meg, Felipier oda. Most már nem először látjuk, hogy Messi a jobb oldalról nem befele viszi a labdát, mert arra egyszerűen nem engedik, hanem kénytelen az alapvonal felé elindulni, de ezekből szögleteket harcol ki. Suárez kellemetlenkedik ott Oblak mellett, ezért állította meg a játékvezető Messit, aki már neki futott volna a labdának. Messi, az nagyon jó, és Savic ki tudja csúsztatni. Vidal jött a hosszú saroknál. Roppant veszélyes szöglet. Griezmann csúsztat, és Suárez elől, Savic el tudja valahogy bólítani a labdát. Itt a birkózás középen, és utána abból a felszabadító fejes. Ebből öngól is lehetett volna. Griezmann. Titi és Thomas esett el, és lesz egy sárga lap. Ezek szerint Thomas kap egy sárga lapot. Azt mutatja a játékvezető, hogy ez még a szöglet beívelése előtt történt, tehát újra kell rugni a szögletet. Ez egy ritka döntés. Ott volt egy mozdulat Tomástól. Meglökte Titit ott a nyaka melkosa tájékán. Ezt büntette González. És akkor újra kell rugni a sarokból. Ez egy viszonylag korai sárgalap Tomásnak, akinek lehető szüksége lesz még egy-két keményebb faltra. Felipe. Jordi Alba. De Jong. Busquets Messinek. Vidal. Vissza Messinek, aztán Vidal kapja egy picit hosszan, de vissza tudja rúgni. Felipe kezét érte a labda, mutatja Suárez. És ez most tényleg úgy tűnt, hogy lehet, hogy kezezés volt. Messi. Elveszíti a labdát, Morata indulna meg ebből, sőt meg is indult, De Jongot próbálja lefutni. Hú, hogy begyújtotta a rakétákat Morata. Griezmann. Sergi Roberto. Vidal. Bravúros volt, hogy elérte azt a labdát, és középre tudta rúgni.
Busquets. Griezmann, Vidal, Sergi Roberto, aki az utóbbi időben ugye a középpályán is elég sokszor szerepelt. Messi teszi le megint Vidalnak. Erre rá eléggé higgadt megoldást választott, hogy lefejelte a labdát. Nem is higgadt, inkább bátor vagy vakmerő volt. Jordi Alba. Messinek passzolta volna, de ott volt egy láb. Méghozzá Koreáé. Ezt pedig most Savic rúgja fel. Teljesen beszorul az Atletico. 63%-ban birtokolja a Barcelona a labdát. De az előző 10-15 percben ez lényegesen többnek tűnik. De Jong. Sergi Roberto. Jön az ível és Vidal felé, és Felipe ment egy hatalmasat. De itt van még egyszer, hogy Vidal belőtte a labdát, és ez nem kéz volt, hanem hát. De ezt az átélést, tehát egyszerűen anatómiai ismeretekben a Barcelona támadó szekciója eléggé rosszul áll. Már a hasfalat meg a hátat is nézték kéznek. De Jong. Sergi Roberto. Messi. Megint jobbra. Sergi Roberto. Felipe fejeli ki. Sokadik felszabadítása fejjel. De nem jutnak messzire ezek a labdák. Rögtön visszaszerzi a Barcelona. Rögtön folytatja az akciót. Suáreznek ez most nem jó, Koreá. És aztán már is eladta Herrera. Busquets kiváló ütemérzékkel. Jól lépett a passávba. Piqué. De Jong. Suárez vissza a Jordi Albának. Koreá teszi le. Trippier, Vidal. Roppant keményen csúszott oda. De nem a nyújtott lába találta a Trippiét, hanem a másik. Hát ez sem tűnik kellemesnek, legalábbis az angol játékos arc kifejezését vizsgálva. Valverde pedig továbbra is így néz, ezen a meghatározhatatlan tekintettel. Ez a gól, nem gól kérdés, ez ugye nem volt kérdés igazából, talán csak a technológia bemutatása véget mutatták most ezt meg nekünk. Nem lehetett kérdéses, hogy Neto ezt még a vonal előtt elütötte. Umtiti. De Jong tette le, Busquets és Herrera akaszkodott össze. Trippier. Herrera, Thomas. Busquets vette el tőle a labdát, Messi. Suáreznek jön Griezmann. Griezmann helyzetben, Griezmann és oblak. Ez aztán zicser volt a javából. Itt teszi tovább Messi nagyon jól, és utána Suárez is nagyjából jó ütemben. Ez belőhette volna Griezmann. Sőt, hát be kellett volna. Oblaknak most már két bravúros hárítását is feljegyezhettük. Egyébként nagyon érdekes statisztika, hogy Griezmannnak a közül a 33 csapat közül, amelyel játszott a La Ligában. Suárez lőközben oblák véd. Egyetlen egy ellen nincsen gólja, tehát 32-nek lőtt gólt, azaz egy az Atletico Madrid. És csak részben magyarázat erre, hogy ugye ott szerepelt, mert előtte már a Real Sociedad együttesében is játszott 8-szor az Atletico ellen bajnokit. Azokon sem ért el gólt. És hát most decemberben sem. De Jong. Jordi Alba. Titi. Neto. Piquének. Busquets. Sergi Roberto, Piqué, Vidal,
Renaldi mellett. Megtartja a labdát. A sárga lapot szeretnének a Barcelona játékosok. Az biztos, hogy nem a labdára irányult ez a megmozdulás Renaldi-tól. Umtiti. Suárez nézte el. Ilyen is van. Egyelőre úgy állnak a dolgok, hogy az első félidőt az Atletico Madrid megúszhatja bekapott gól nélkül. Sőt, João Félix nem tud kilépni, Piqué. Hát végtelenül rizikós megoldást választott, hogyha ez volt a szándék, hogy keresztbe passzolja az ellenfél csatára előtt a társnak. Suárez kapta fel a lábát Felipe mellett. Jordi Alba. Messi. Vidal. Sergi Roberto. Suáreznek. Felipe. Megpróbálta befűzni Suárez. Szöglet lesz. Biztatja a társakat a kapus. Most már nem kell olyan nagyon sokat megúszni azért, hogy döntetlennel mehessenek a szünetre. Griezmann. Ezt könnyedén ki lehetett rugni. Morata tette meg. Jordi Alba, ugye ő volt az utolsó ember a szögletnél, az általában így van, átkeveredett a jobb hátvéd posztra a bedobás miatt a bal bek. Busquets. Látjuk, hogy De Jong rögtön oda is váltott egyébként a bal oldalra, rendkívül finoman kimunkált taktika. Ezen a szinten már, ahogy valaki elkerül a helyéről, hogyha az egy fontos poszt védekezés szempontjából, akkor rögtön az ő helyéhez legközelebb álló igyekszik pótolni. De Jong egyből belépett balbeknek, és amikor Jordi Alba visszaért, akkor kereste meg a saját helyét. Renaldi, Piqué, De Jong, Busquets, De Jong. Hát ebben a kavarodásban, hogy lehetett megállapítani, ki volt szabálytalan. Minden esetre a Barcelona jöhet. Itt volt talán Herrerától egy rossz mozdulat. Sergi Roberto, Messi, Renaldi. Umtitig jut hátra a labda. De Jong, Griezmann, Savic, Herrera. Egy erőszakcsellel majdnem megtartotta. Óriási ütközések, a labda Barcelonáé. Suárez is állandóan nyomás alá próbálja helyezni a játékvezetőt. Koreá taposott oda, innen látjuk, erre bizony lehetett volna lapot adni. 2 perc a ráadás. Nyilván elsősorban Oblak, másodszorban Koreá ápolása miatt. Messi. Most ő szeretne sárga lapot. Sergi Roberto, Vidal, Messi, Tomást találja el, João Félix, megindulhat az Atletico, João Félix, Saul, Vidal, és ebből lesz még egy kirúgás, úgy tűnik, nem szöglet, visszapattant a labda Saulra. Simeone a támadó játékkal egyáltalán nem lehet elégedett. Nem, mint hogyha erre építette volna a taktikát.
de az egészen biztos, hogy a tervek között szerepelt egy-egy gyors ellencsapás, és a játékosai, legalábbis a meglátásom szerint, az egy-egy kontra esélynél nem kellő határozottsággal indítják el az akciót az ellenfél kapuja felé. Az Atletico dobhat közben. Lodi kezében a labda. Correa beívelheti. Meg is teszi, de az nem jó senkinek. Jordi Alba veszett össze João Félix-szel. Nem tudom, hogy min húzta fel magát Barca játékosa, de egy pillanat alatt elkezdett az ellenfél óránál böködni. Hát ez mondjuk nem tudom, hogy mennyire fér be bele a futballisták egymás közötti viselkedésébe. João Félix mindesetre fiatal, tehát lehet, hogy neki kijár. A Barcelona sokkal többet birtokolt a labdát, most Messi is tart egy leckét João Félixnek, hát számomra ezek a pillanatok egyáltalán nem szimpatikusak. Suárez is oda megy João Félixhez, nem tudom, mit követhetett el, mert semmi nem látszott, csak az, hogy szerette esetleg gólt szerezni, és felbukkant az ellenfél öt és felesénél, de ez úgy látszik, hogy nem fér bele a Barcelona játékosok által elviselt kategóriába. Még egy sárga jön Suáreznek, kap egyet Savic is, a salamoni döntés tehát megszületett a játékvezető részéről is. 0-0-val vonulnak a szünetre a csapatok, és a feszültség igazából csak most érződik igazán. A meccsen talán pont a lelátó hallgatagsága miatt annyira nem érezhettük. Döntetlenre áll a Barcelona Atletico Madrid mérkőzés a spanyol szuperkupa elődöntőjében, tehát még mindig nem tudjuk, hogy ki lesz majd a Real Madrid ellenfele itt a vasárnapi döntőben. Viszont azt tudjuk, hogy itt a végén João Félix tiszteletlen volt, megkattant, vagy csak kiállt az igazáért. Ugye itt volt egy kisebb cirkusz, ahogy vonultak lefelé Lionel Messi és a 20 esztendő João Félix között, és hát nektek úgy tűnt, hogy egy kicsit, mintha tiszteletlen lett volna az Atletico Madrid játékosa. Én meg azt kérdeztem tőletek, hogyha őt valamilyen sérelem éri, akkor csak azért ne tegye szóvá, mert ott van a pályán Lionel Messi? Hát először is nem csak Messivel, hanem Jordi Albával is volt előtte már egy kis konfliktus. És én az orrához nyúlt Jordi Alba, azt azért igen. Hát mi meg nem tudjuk, hogy előtte mi volt, de inkább azért a futballtársadalomban azért úgy van, hogy 20 éves korában az ember azért azt a tiszteletet azért egy idősebb világsztárnak azért adja meg. Most persze a Atletico szurkolók biztos mondhatják, hogy igen, ezen az állásodon, hogy álljunk ez igazáért. Én azzal a véleményem vagyok, nem Barcelona szurkolóként. Nem, hanem csak hogy te mondtad ezt a véleményt, hogy esetleg ez is egy álláspont lehet elképzelhető. Én azt gondolom, hogy jobban néz ki az kívülről szerintem mindenki számára, hogyha azért az a respekt azért megvan, főleg egy Messi felé. És nem dumába kell legyőzni a másikat, hanem gólt kell rúgni, a játékban meg kell mutatni, és egyelőre ő szerintem az első fél időben nem igazán sokat mutatott. A több mint 100 millió eurós árából igazából ezen a mérkőzésen még nem mutatta meg, hogy miért adtak érte ennyit. De ha összesen globálisan nézzük az Atletico Madridot, ez akkor is elmondható, nem? Valóban, de visszatérve itt a João Félixre, tehát úgy kell kezdeni az öltözőben is, a saját öltözőben, meg a pályán is a tiszteletet meg kell adni. Mi annak idején 20 évesen, ha minket megrúgtak, akkor mi kértünk még elnézést, tehát van egy ilyen hiány. De hát az mikor volt már? Ki emlékszik már, amikor én még emlékszem. Sokan emlékeznek, kávét csináltunk az öregeknek edzés előtt. Hát, kipucoltuk a cipőjüket. Még a régi a kotyogost, a régi. Kotyogost, ki kellett vinnünk. Tényleg az accot? Kis cukor bele, hogy hát csak tudtok, aki hogy... nem szeretett, annak csinálta, én nem csináltam. Tudtok, hogy ki, hogy szereti a kávét, ezt kihasztod. Hát ki az arcosan szereti? Hát most itt azért megnézném, mert több mint 100 millióba kerül a João Félix, hogy kávét főzze, nem tudom, csinál kávét a Messinek, a kokénak, vagy bármelyik csapattársának. Hát nem tudjuk, de lehet, hogy igen. Itt a decemberi meccs, amelyen te kint voltál, a bajnoki mérkőzés, és ott ugye az első fél óra abszolút az Atleticoé volt, viszont ez egy teljesen más képet mutat magáról a párharcról is, meg az Atletico Madridról is. Igen, sokkal nagy belánnal ment az Atletico, a Barcelona kicsit az elején bealudt, de az Atleticon azt éreztem, mint a vért ittak volna a játékosok azon a mérkőzésen. Itt viszont azt láttam, hogy az Atletico kényelmesen kezdett.
Tehát nem az a... Láttam Simeone, az első percben felugrott és elkezdett felül kiabálni a játékosokkal, hogy agresszív, meg... És végigállom maradt. Meg ahogy szokott, hogy támadják le jobban a Barcelona védőit, valahogy egy kicsit kényelmesebben mentek bele ebbe a mérkőzésbe. De ez minek szól, a szuperkupának? Vagy hogy most itt ezen a meccsen ennyire jobb, vagy ennyire jobb nem, a Barca? Nem, szerintem azért az is benne van, hogy a Barcelona azt hiszem, hogy 13 pontot veszített eddig, és ebből 12-t idegenbe. És csak egyetlen egyet otthon. Tehát idegenben nem annyira jövök meg, ugye a saját pályán játszottak, otthon játszottak. Most azért ez egy semleges helyszín. Itt lehet azt mondani, hogy itt tulajdonképpen egyik csapat sem van ilyen szempontból előnyben, bár azt gondolom, hogy talán legtöbben nem is a Barcelona, hanem a Messi szurkolók vannak, mert minden labda éri. És egy óriási ováció követi, de szerintem ez is okozhatja, de az tényes való, hogy egyáltalán nem olyan élesek, mint amilyeneknek kellene lenniük. Meg furcsa a szurkolás, nem? Tehát nem egy európai szurkolást látunk, nyilván nem Európában azért. De... Kicsit olyan színházas, de... Igen, a Messi hozzáér, akkor ováció, tehát olyan furcsa ennek a szurkolás nekem. Jó, de hát most gondoljatok bele, hogy azért ilyen világsztárokkal először szembesülnek, tehát lehet, hogy egy kicsit a gondolataikat is lefoglalja az, hogy itt van a Messi, meg itt van a Suárez, meg stb. Tehát... Meg valóban ez biztos, hogy egy hosszabb távon ennek van egy... pozitív következménye, hogy akik most kijutottak, azok ugye még jobban elkezdik követni a csapatot, a kedvenc játékost, és ott még egy nagyobb szurkolótábor. Tehát ez egy nagyon jó közösségépítő, meg közönségépítő a piacon, de a hazai szurkolóknak akkor is vissza kell térni. NBA meccseket is szoktak ugye Európában rendezni, főként ugye Londonban, tehát vannak ilyen példák más portáról. Hát nézd, lehet, hogy ez lesz a jövő, és már a szuperkupának szinte valamennyi nagyobb futball nemzet egy búcsút mondhat, mert mindent már Ázsiában, hát vagy Amerikában. Olaszországban is van erre például. Először a szuperkupa, azt meg itt ugye... Tavaly is Marokkóban volt ugye a szuperkupa, viszont tényleg itt a Barcelona volt az, akinek az akarata érvényesült itt az első fél időben, tehát akár hogyha a helyzeteket nézzük, és nagyon érdekes volt, hogy egyrészt Messinek is volt lehetősége itt az első fél időben, meg Griezmannnak is. Tehát játszott már ugye a decemberi mérkőzésen egykori csapata ellen, de nyilván gólt még nem szerzett. Valószínűleg nagyon szeretne, de azon a meccsen is görcsös volt, ott nyilván tudjuk, hogy végfütyülték, és minden labdaérintésnél az ellenszem hallatszott a lelátóról. Majd láthatjuk itt a helyzetét, mégis nem oldott. Itt nagyon szép Zsordiába lekészítése, tehát visszanyúl bal lába, és maga mögé leteszi Messinek. Egy gyönyörű passz volt. És gyönyörű védés, ezt is hozzá kell. Így van, kapuska. Itt egy csúsztatás Griezmanntól, tehát ebben a helyzetben is benne van az Atletico Madrid egykori játékosa, itt a szögletet követően, itt ez már a 34. perc volt. Igen, ez biztos, hogy egy begyakorolt figura, hogy jön a rövid felé, és ott próbálja vagy kapura, vagy a hosszú felé csúsztatni. Na itt van Griezmann helyzete. Itt van, azt hittük, hogy lesen. Én azt hittem, hogy már les. Mármint, hogy csak te hitted azt. Csak én hittem azt, de... nem volt les, Griezmannnak meg itt azért Oblak, tehát ahogy abszolút, kijön. Így van. Tehát azt mondom, hogy szinte tökéletesen veszi át, de mégis egy icipicit hosszan, és az, hogy fönnhagyja a kezét, és a bal kezébe elakad a labda, az hát én Oblakot egyébként oda teszem a top 5-be a kapus, szenzációs kapus szerintem. És aztán itt is az ő kezében, az ő lében landolt a labda a 41. percben, ez volt az utolsó Barca helyzet az első fél időben. Nehéz egyébként helyzetet kialakítani, mert látjuk azt, hogy olykor 30 méterre is visszáll az Atletico, tehát még Morattájék is a kaputól 30 méterre vannak, ők is nagyon fegyelmezetten visszajönnek a pontrugásoknál, sokszor Moratta fejelte ki, vagy rúgta ki a labdát egy Barca szögletnél. Tehát látszik az, hogy az amit eddig is csináltak, és amit eddig is nagyon jól csinálnak a bajnokságban, 12 gólt kaptak, hogy nagyon jól őrzik a kapujukat, és nagyon egy nagyon jó kapusuk, ez az erősségük, és ezt egyelőre, ezt a fegyverüket tudják. És van egy Morattája. Ja, aki adott esetben, na mi történt? Leesett a tóla. Feszült vagy? Kicsit. Izgulsz? Kicsit izgulom. Szóval itt azért izgulni valója szerintem inkább az Atletico Madrid szurkolóinak van, mert egyelőre az első félidő képét elnézve arra van kisebb esély, hogy madridi döntő lesz majd vasárnap, nem? Hát 0-0 egyelőre, mondhatunk bármit, de másik félidő meg is fordul ez a játékképe esetleg. Már azt mondom, a Barcelona tovább fogja ezt nyomni, amíg nem találja meg az első gólt. Ha megtalálja, akkor viszont ő fog visszahúzódni. Azért hoztam szóba Morátát az előbb, mielőtt itt bénázott a tollával a Józsi, hogy hát ha valakiben benne van a gól ebben az Atletico Madridban, akkor az ő, és eddig a mérkőzés menete az olyan Atletico Madridos, tehát nem kap gólt, és majd jön esetleg Morátát. Abszolút, és
Gabi elkezdte ezt mondani, de én is azért volt ott a Moratának egy olyan rágyorsítás, amikor ott begyújtotta a rakétákat, és azért, ha olyan, meg egy-két olyan szituáció, amikor éppen, hogy csak Piqué vagy Umtiti odaért egy bepasszolt labdára, szóval azt gondolom, hogy azért az Atletikónak ez a fegyvere, ez és Morata tud élni, mert hatalmas nagy terület van előttük. Ugye annyira beszorulnak, viszont van 60-70 méter, ahol én úgy gondolom, hogy Morata gyorsabb bármelyik Barca védőnél, talán Albánál nem, de ugye abban nagyon fönt van, tehát ha így rá tud gyorsítani, akkor vagy Piquével, vagy Umtitivel fog találkozni, és elképzelhető, hogy őket így meg tudja verni. Én azt mondom, hogy ez a 0-0, ez addig, amíg a Barca nem rúg gólt, addig nem jelent semmit. Ha gólt rúg a Barca, akkor biztos, hogy változni fog a játéképe, de addig hiába van fölényben, hiába van több helyzete, ez egy teljesen nyitott mérkőzés. Ilyenre, amit a Józsi mond, példa nem igen akadt az első fél időben, tehát hogy úgy rá tudott volna gyorsítani, akár Morata, akár más Atletico Madrid játékos, hogy abból helyzet legyen, viszont... Hát volt két olyan távolabbi lövés itt az első félidőben Atletico Madrid szempontból, ami talán említésre méltó, mert ezek voltak azok, amik valamelyest veszélyeztették azért a Barcelona kapuját. Itt a távoli lövés Tomástól, kapu szempontból gondolom te is megerősített, hogy ez nem volt egy túl bonyolult lövés. Hát nem, mert nagyon messzire jött, és tulajdonképpen oda tudott a testtel, nem, le se kellett igazából dőlni érte oldalra, mert oda tudott menni a labda mögé, és maga biztosan fogta. Ez meg a szabad rúgás, amit meg Neto tudott kijutni. Igen. Ez mondjuk ott az volt a szerencse, hogy hiába jöttek a támadók, nem tudtak belé, kicsit talán magasabb volt a kelleténél a beívelés, és nem tudtak fejjel beleérni. Nagyon jó szabad rúgás volt egyébként, mert minimális, hogy nem ért bele valaki. És hát egyértelmű, hogy nem volt gól, viszont hát ott mekkora Messi kultusz, ugye Szaúd-Arábiában is, hát mondjuk az várható volt, hogy itt, ha Messit meglátják, mondjuk a szurkolók, és adásul fiatal szurkolókról van szó, akkor a mezét egyből elkérik, hát egyem a szívét. Nem tudom, ilyenkor ezeket figyelik-e a játékosok, vagy reagálnak-e. Szerintem én ha a srác helyében lennék, én sokkal nagyobb papírra írtam volna, de hát meglátjuk, hogy Messi reagál majd. Erre Simeone már a helyén, mi is ott leszünk, hamarosan megyünk Egri Viktorhoz. Messi igazgatja a szakállát. Nem kétséges, hogy az egyik legnagyobb helyzet az övé volt az első fél időben, és hogy itt a jobb oldalon, a jobb lába felé történt megindulásai az alapvonal felé igen sok veszélyt rejtegettek magukban. Hát itt azért már barátkozás is folyik, tehát ez a João Félix féle hangulat elmúlt, ami a szünet elején jellemezte a kapcsolatokat. 0-0-ra állnak a felek. Az első játékrészt abszolút uralta a Barcelona, de hát mondjuk ez nem egyszer előfordul az Atleticóval, hogy az ellenfél egy Barca szintű úgy tűnik, hogy ezt a meccset, vagy az ellene folytatott találkozót uralja, aztán a vége mégsem az, amit olyan nagyon szeretnének ezek a bizonyos ellenfelek. Lehet, hogy cserélni kell az Atleticónál. Úgy tűnik, hogy Koke száll majd be. Koreának fájt a lába, ezt láttuk ugye a mérkőzés legelején történt komoly ütközés után. Ápolni is kellett. A legvalószínűbb, hogy ő jön le a pályáról. De hát ezt most nem tudtuk meg abból, hogy felemelte az asszisztens a táblát. Tehát csak a lényeg maradt le a képről. Jön Valverde továbbra is ezzel a Bush ábrázattal. Nem különösebben elégedett az eddig történtekkel. És Koke meg is kapta a kapitányi karszalagot, így hogy ott van a pályán. December 14-én az Osasuna ellen játszott legutóbb Koke. Akkor szenvedett kisebb sérülést. április 2014-ában egyébként a BL negyed döntőben az ő góljával nyert 1-0-ra az Atletico a Barca ellen, és jutott tovább, azóta visszavágó akkor a páros meccsen. Jön a második félidő, Korea pedig ott van a pályán, és ha jól látom, akkor Héctor Herrera távozott. Korea, az nagyszerű passz! Gól! Az Atletico vezet!
Koke! Hihetetlen! Kevesebb, mint 20 másodperc telt el a második játékrészből. Elaludt a Barcelona. Meg Simeone is észrevette, hogy gólt lőttek. Nem biztos. Egyébként lehet, hogy háttal ülnek a pályának az edzők, mert Valverde ugyanazzal az arckifejezéssel ül, bár mondjuk hát annál szomorú már nem tudott lenni, mint az első fél időben. De Simeone sem tört ki olyan hatalmas örömmel. Itt van a João Félix, átemeli Vidal. Piqué kilépett egyébként is João Félix, és az ő helyére passzolta be utána Correa labdát, és Koke pedig elgurítja a jobb alsóban, Eto nem védhetett. Elég jól szállt be a meccsbe Koke. Volt már bajnoki gólja is a Barcelona ellen 2016. januárjában. Azzal nem mentek sokra, 2-1-re kikaptak. És említettem, hogy az egyik BL negyeddöntőt az ő góljának köszönhetően nyerte meg az Atletico a Barcelona ellen, és most akkor a Superkupa elődöntőben is beveszi a Barca kapuját. Hát innentől kezdve egész más a helyzet. Hogy reagál erre a Barcelona? Még nem tudták igazán felvenni Kokét, most írják ki ugye a bal felső sarokba, hogy Herrera helyett Koke a pályán, és lehet, hogy a Barca játékosok is most vették észre, hogy leghamarabb a gólörömnél. És ami João Félixet illeti, hát addig próbálták Móresre tanítani, amíg gyakorlatilag miatta szedtek be egy gólt, hiszen a kaputól egy 30 méter ő volt, aki Vidált finoman egy törpe esernyővel, olyannal, amilyet a koktélos poharakba szoktak tenni, átverte, és ráadásul Piqué is kilépett rá, így pedig kettő embert vett le a pályáról, és ezen a megnyílt helyen tudott Koke kilépni a végén. Koke itt már Busquetset rúgta le. Messi, Renan Lodi csúszik, Sergi Roberto nem tudta elvinni mellette a labdát. Piqué. Messit éltetik továbbra is a lelátóról. Jordi Alba. De Jong. Sergi Roberto. De Jong. Sergi Roberto és De Jong játszik össze. Az Atletico csak hermetikusan zár, egyáltalán nem labdacentrikusan védekezik, nem próbál meg mindenáron labdát szerezni, inkább próbál úgy helyezkedni, hogy előbb-utóbb hiba csusszon az átadásokba. Trippier a labdát védte, azt hitte, hogy oblák odaér, a végén ebből szöglet lett. Messi a sarokban. Jól csavarodik, de meg tudta ezt csúsztatni. Az egyik Atletico védő Vidállal találkozott utána. Azt hiszem, hogy Morata volt a rövid saroknál, igen. Messi. Kirúgás. Messi elindult szögletet végezni, de nem lesz rá módja. Busquets magyarázza a játékvezetőnek, hogy Trippier hozzáért, és így is van. Itt most sarokrugást kellett volna a játékvezetőnek ítélnie. João Félix Piqué szorításában ezt is tovább játszotta. Morata, ez les. Renan Lodi. Nincs jelentősége, de ez les volt teljesen egyértelműen. Ugyanakkor most azért láttunk arra példát, hogy hogyan tudja egy csapásra átjátszani a Barcelonát, esetleg az Atletico. Itt most elmaradt a szokásosnak nevezhető taktikai falt a felpassz után, itt João Félix-től vagy el kellett volna Piquének venni a labdát, vagy hát valahogy kezelnie a helyzetet, úgyhogy megálljon az ellenfél akciója. De Jong.
Messi. Busquets, Vidal. Sergi Roberto, Vidal. Suárez. Messi, el tudja vinni, gól! Messi egyenlít az 51. percben. Ott maradt a lábán a labda a 16-oson belül. Egyetlen kérdés van, hogy akkor Vidal betette középre a labdát, akkor Sergi Roberto nem volt elesen. Én nem tudom, hogy egyáltalán ehhez az akcióhoz számítják-e. Minden esetre most aztán megvan a helyi publikum öröme. Itt beindul Sergi Roberto, de úgy érzem, hogy nem volt lesen. Visszateszi Vidalnak, Suárez lecsorog róla, ott hagyja Messinek. Valahogy Messi előtt marad a labda, Koke és Savic között, és utána jobb lábbal tudja elrugni a labdát. Itt gyömöszöli át két védő között. Hát ezért Simeone biztosan nem dicséri meg a játékosait. Mert hogyha Messi egy szép csellel átejti őket, az rendben van, de hogy gyömöszkölésben győzze le az Atletico játékosokat, az azért Simeonénál nem biztos, hogy belefér. Egy-egy tehát. Messi 31. gólja az Atleticoval szemben. Busquets. Vidal. Messi. Tomás piszkált oda, Messi elveszik tőle a labdát. Felipe. Jordi Alba bök bele, Umtiti. Elég kétséges volt, hogy mi lesz a kimenetele Jordi Alba kétségbe esett labdába érése után ennek. Pattalhatott volna úgy is, hogy Morata elinduljon vele. Piqué. Busquets. Nagyon gyorsan sikerült döntetlenre módosítani az állást a Barcelonának. Messi. Piqué. Busquets. Sergi Roberto Vidal elé. Vidal és Tomás. Vidal ellen test-test elleni küzdelmet nyerni, az nem könnyű. Griezmann, Suárez. Talán beírhatjuk ezt is egy Suárez asszisztnak, még hogyha utána küzdenie is kellett Messinek a lövőhelyzetért. Messi. Leszedik a lábáról. Savic. Piqué. Sergi Roberto. Messi. Vidal. Felipe. Ő blokkolt. De Jong. Piqué. Sergi Roberto beindul. Messi. De Jong. Griezmann teszi le. Vidalt megelőzi Felipe. Busquets. Messi. Messi. Oblak. Itt van ez a megindulási kísérlet, és itt van, amikor felpasszolják a labdát, ugye a Barcelonának akkor kellene megállítani az Atleticót, amit most Umtiti tökéletesen megmutatott példaszerűen. Ha ez nem jön össze, akkor ugye a visszatett labdából és az arra rajtoló kontrázókkal elég könnyen alakíthat ki helyzetet a piros-fehér csapat. Ott annyira fent van a hátsó védelmi vonala is a Barcelonának, hogy óriási a terület a katalánok mögött. Trippier. Neto könnyedén. Elég érdekes statisztika, hogy Ter Stegennel 72%-ban nyeri meg a mérkőzéseit a Barcelona, és amikor nem Ter Stegen a kapus, akkor viszont 50% alatti a győzelmi mutató. Persze nyilván ez azért is van, mert rengeteg esetben Ter Stegen akkor maradt ki, amikor amúgy is vegyes csapatot állított ki a Barcelona egy-egy mérkőzése, esetleg mondjuk a Copa del Rey meccseire.
akkor visszavágó is következett hazai pályán, akkor idegenben meg lehetett engedni. Akár egy viszonylagos vegyes csapattal egy gyengébb eredményt is. Griezmann remek a Celsavić mellett. Griezmann emel, Oblak. Az elképzelés az ragyogó volt, mert itt el lehetett volna emelni a hosszúba, vagy akár a túloldalra Suáreznek. Correa indít már, egy picit rövid a labda João Félixnek. Minden esetre a második félidőben változatosabb lett a játék, látványosabb. Ehhez az a gyors gól feltétlenül kellett Kokétól. Itt van, ahogy oda keveredik Griezmannhoz a labda, befűzi Savicsot. És el lehetett volna tényleg emelni a hosszúba innen nézve. Renálódi nem hagyta Messit megindulni. Messi, Sergi Roberto, Busquets, De Jong, Jordi Alba. Az Atletico hátra dőlt a támlán. A támla éppenséggel a saját kapuja gyakorlatilag. Oblak, Suárez. És a másodszor szalad neki a kapusnak. Alig, hanem ez egy tudatos elhatározás, hogyha lehet, akkor ütközzön Oblakkal. Megint alá feküdt a kapusnak. Nem a labdát keresi Suárez, hanem a kapcsolatot a kapussal. Piqué, Busquets, megint meg lehet indulni, Messi lépett le a védőről, Messi most a bal lába felé, Savic jól lépett oda, de még mindig Messi, Trippier. Azért most egy picit a kapott gól után felpörgette a játékát a Barcelona, és nem csak a labdajáratás utáni réskeresés az egyetlen módszere, hanem látjuk, hogy azonnali gyors megindulásokkal is próbálkozik, és ezekben több a lehetőség most. Főleg így, hogy rengeteg labdát szereznek az Atletico-tól annak tér felén. Jordi Alba, Umtiti, Busquets, Vidal kérte volna a labdát, De Jong kapja. Jordi Alba, Trippier odaér. Igazából, ahogy most nézi az ember, könnyen elképzelhető, hogy csak időkérdése, hogy a Barcelona mikor tudja feltörni az Atletico reteszét. Mert olykor egészen lehetetlen módon kénytelen hátul védekezni az Atletico. Nem tudja kihozni a labdákat. Jordi Alba keresztbe, Vidal jön, Renálódi, Messi. Felpattan a labda, Messi, gól! Eddig bírta az Atletico, ezt említettem. Messi második gólja, és eddig nem tudott soha két gólt szerezni Oblak ellen, most megvan ez a második félidőben, alig több mint 14 perc alatt. Amit a közönség szeretett volna látni, azt megkapja, Messi gólok jönnek. Elég érdekesen pattant fel a labda. Itt fogjuk majd látni, ez még az akció legeleje. Jordi Alba átteszi, jön Vidal, Renálódi csak felfejelni tudja, és itt felpattan a labda. Mondjuk úgy, hogy nem Messi által irányított módon. A védő is hozzáér, de pont úgy kerül vissza Messihez, hogy el tudja rúgni. Ez egy egyébként előkészítésében szerencsés gól, de a befejezés egészen klasszikus. Leveszi, és a védők között elrúgja a jobb alsó sarokba. Már vezet a Barcelona, de jön a játékvezető videózni. Az a kérdés, hogy mit néz
esetleg Messinél gyanítanak kezezést a labda átvételnél. Vagy akár az is felmerülhet, hogy igen, ott az felkar. Innen nézve az kar. Úgyhogy ezt érvényteleníteni fogják. Gondolom én. Igen. Nincs gól. Először azt hittem, hogy mondjuk Vidal támadó mozdulatát keresgélik, hogy az szabályos volt-e Renan Lodival szemben, de így ezt nem lehetett látni elsőre. Abból a kamerából, amiben az előbb mutatták, volt érzékelhető, hogy a felkarja külső része Messinek hozzáért a labdához. Hozzáteszem, hogy ez egyáltalán nem természetellenes testtartás, ami korábban kritériuma volt a kezezés megítélésének, csak hogy a támadó csapatnál most már, ha a támadás segíti egy karral történt labdába ér, és akkor függetlenül attól, hogy ez milyen pozícióban történik, el kell venni a labdát, el kell venni a gólt. Ez ugye az új szabály. Itt láttuk, hogy Messi gyakorlatilag a felkarja külső részével tolja meg, és szerez előnyt. Hát ez a VAR előtti időszakban biztosan gól lett volna. Jordi Alba, úgyhogy marad az 1-1. Suárez, Oblak és Griezmann! Akkor ő szerez gólt! Most így vezet a Barcelona egy Griezmann góllal. Griezmann megszerzi élete első találatát az Atletico Madrid ellen. Volt csapata kapuját veszi be. Akkora volt most már a nyomás, hogy akkor így mondom, időkérdése volt, hogy mikor szerez érvényes a játékvezető által megadott gólt a Barcelona. És Messi még nem volt szabályos, ez viszont az, jön Suárez, nagyszerű a fejes, óriásit véd Oblak, talán ha a kapu fölé tudja a kapu mögé ütni a labdát, az lett volna egy fokkal jobb, de látjuk, hogy még talán a védő is beleért. Egy elképesztő reflex mozdulattal felütötte a labdát, de Griezmann egyedül érkezett. És akkor most 2-1. Érett, nagyon érett. És igazából, amikor nyilván Madrid egy részében örömtüzek gyúltak, Koke góljánál a második félidő 20. másodpercében, akkor csak kihúzta a gyufát az Atletico. Aztán utána a Barcelona meg meggyújtotta. Vagy begyújtotta a rakétákat. Egész más tempóban kezdett el a gólt, sokkal inkább keresve focizni a katalán csapat. És nagyon úgy tűnik, hogy ezt a tempót, ezt a nyomásfokozást már nem bírta el a piros-fehér csapat. Nagy kérdés, hogy tud-e váltani. Piqué, Sergi Roberto, Vidal, Suárez, Felipe, kap egy sárga lapot. Reméljük, hogy nincsen komoly baja Suáreznek. Itt látjuk, hogy Felipe odalép. Elsőre úgy tűnt, hogy azért ezt szerencsére át fogja vészelni Suárez. Itt a friss, sárgalapos. Úgy tűnik, hogy Simeone tökéletesen tisztában volt azzal, hogy miért nem ünnepli olyan nagyon Koke gólját. Lehet, hogy az ő csapatának az lett volna a jobb, hogyha tovább marad 0-0. Messi! Hihetetlen mennyiségű lövést zúdít az ellenfél kapuja felé most már a Barcelona. Messi megtolja, elcsavarja a védők mellett, a hosszú felső sarkot kereste. Egy kicsit tévedett. Így azért Oblak még mindig tartja ezt a rendkívüli rekordot, hogy eddig nem tudott neki egynél több gólt lőni Messi egyetlen egy meccsen.
Sergi Roberto. Suárez, Tomás. Saúl, Tomás. Messi. Sikerült megszerezni a labdát. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, mondom még egyszer. És a legsúlyosabb taktikai kérdése talán a jelenleg kialakult játéknak, hogy képes-e bármikor az Atletico visszapaszból építkezni, akkor van esélye. Suárez! Oblak! Egy újabb bravúr! Nagyon nagyokat véd Oblak. És ezzel együtt áll így. Sergi Roberto. Roppant nehéz az ellenfél dolga a Barcelona ellen, mert a felállásait úgy váltogatja a Barca, mint egy buliban a résztvevők a poharakat, hogyha sötétben tették le, mindig új jön. Tehát most láttuk, hogy Sergi Roberto az előző akciónál behúzódott középre, Suárez ment ki a jobb oldalra, és ahogy valaki megindul, a többiek ehhez alkalmazkodva állnak fel egészen más rendszerben. Vitolo érkezett közben, Renan Lodi helyett. Nyilván a támadásokat segítő változtatás ez elvileg. Ugye Saúl húzódik ilyenkor vissza balbeknek. Látjuk is már, ott van 8-assal. Messi. Sergi Roberto, az nem jó keresztbe, Trippier. Koke. Higgadt volt a csel. Umtiti. Megint ugye a felpassz pillanatában jön a falt. Egy fél-fél idő van hátra. Trippier. Koke. Tomás. Morata. Correa. Nem tudott megfordulni a labdával. Vidal. Ezzel elindulhat De Jong. Ott van mellette Suárez, Messi picit lemaradva, és nem is gyorsít rá, így eldőlt, hogy vissza kell játszani a labdát. Messi, Vidal elé, ez egy kicsit rövid, Saúl. Elrúgta a labdát, de utána nyújtva felejtette a lábát, és eltalálta Vidalt. Ott látjuk, hát ez azért valóban veszélyes volt. El is találta Vidal sípcsontját, és nem tudom, hogy veszi a bátorságot egy játékos, hogy a saját 16-osán belül így csúszson. Vitolo egyébként, aki beszállt, 2016-ban kétszer is gólt szerzett a Barcelona ellen, még a Sevilla csapatában, de mind a kétszer kikaptak. Úgyhogy tudja, hogy még a lőtt gól sem számít sokat. Nagyon jól érkezett Suárez, nagyot védett Oblak. Itt látjuk, hogy lehet, hogy Savic egy picit hozzá is ért még, és így még nagyobb a hárítás, de hát Griezmannról pedig lemaradt Felipe a túloldalon. Ilyenkor persze nem lehet tudni, hogy merre pattan a labda, és hova kell pontosan helyezkedni. Tehát ez nehezíti a védő dolgát, de hát ezzel együtt is talán megakadályozható lett volna a francia szabad érkezése. Suárez, Busquets, Umtiti. Saúl elszámította a labda ívét, de talán segített, mert így ő dobhatott. Elég furcsa, hogy már most jön majd a harmadik csere Simeone-nél. Legalábbis nagyon úgy tűnt, hogy Hermoso készül beállni. Ez itt Vitolo esése. Piqué, Jordi Alba, Griezmann,
Umtiti, Busquets, Sergi Roberto, Messi. Vidal. Messi gyorsítana rá, belevezette a védőkbe. Tomás. Vidal fogja. Még néhányszor odarúgott Vidal a labda irányába, aztán talált, amit talált. Itt van, hogy megállítják Messit. Tomás. Saul tette előre. Vitolo, az ragyogó csel volt. Morata. Correa és João Félix középen. Morata! De Jong. Correa pont arról a helyről lépett el, ahova középre jött a labda. Koke. Tomás. Erre nem indult el a társ, Trippier. Ugye ennek az Atletico-nak a játéka nagyon sokszor arra van felépítve, hogy a szélről jó beadásokkal veszélyeztessenek. Le is kellett hozni Kokét, ezek szerint a szünetben becserélt játékos, aki gólt is elért, megsérült, és végül nem Hermoso, hanem Llorente jön be. Ez azért komoly veszteség, és két cseréje ráment erre az akcióra Simeone-nak. Llorente kezdésképpen hát nem úgy szállt be, hogy Koke, nem góllal, hanem sárga lappal itt talált el Messit. Egy Real Madrid nevelt játékosról van szó, aki elég sok meccsen szerepelt ebben a szezonban már az Atletico Madridban, de csak háromszor kezdőként. Ezek szerint Koke bevetése még túl korai volt a sérülése után. Messi. Nagyjából 30 méterre a kaputól, talán valamivel távolabb. Igen, van ez 35 is kapu közepétől mindenképpen. Vidal felé, Vidal, Piqué gól! 3-1! Vidal egészen elképesztő, hogy hogy ér el labdákat. Már az első félidőben is volt egy eset, amikor valahogy visszatudta az alapvonal elől kanalazni középre a labdát, akkor Suárez nem tudott gólt szerezni. Tehát itt most az egész Atletico védelem teljesen leblokkolt. Nem középre ívelte Messi a labdát, hanem begyakorolt figurával Vidalnak. A kérdés az, hogy Vidal nem volt elesen, könnyen lehet, hogy a válla, majd kiderül, hogy szabálytalan helyen tartózkodott, és nem az a baj, hogy ott a mellkasa fölött, hanem hogy a lesvonal mögött esetleg. De ez, ahogy ezt megoldja Vidal, szédületes, Piqué pedig jön középen, és csak az üres kapuba kell passzolnia. Most arra várunk, hogy nem volt elesen Vidal. És nem az egész Vidal, hanem Vidalnak a válla. Itt látjuk, hogy mit csekkol a VAR. Les volt. Így van. Hát nagyjából ilyesmivel foglalkozik most a szabályalkotó testülete a nemzetközi labdarúgásnak. Ugye, hogy a játék szellemével megegyező módon a hasonlóan pici különbségeknél nem éricskéljenek sokáig, hanem mondják azt, hogy a támadó futballt segítjük, és ez mondjuk úgy, hogy egy vonalnak számít. De az angol bajnokságban volt néhány ilyen eset, úgyhogy marad a 2-1. Trippier középre, Piqué, Griezmann. Most már két gólt is elvett a VAR a Barcelonától. Trippier. És így még mindig meccsben az Atletico Madrid. Savic szabálytalankodott.
És megbeszélik Suárezzel ezt. Ugye mind a két ítélet helyes volt meglátásom szerint a szabályok alapján. Így kellett dönteni. Csak az a kérdés, hogy nem érdemes-e itt-ott finomítani ezen. Úgyhogy a szabályalkotó testület az egyébként ezzel a varos les megítéléssel külön foglalkozni fog. Griezmann. Jordi Alba. Suárez. Azért olyan nagyon nagy bajban nincsen a Barcelona még attól, hogy ezt a két gólt elvette a videóbíró. Mert így is abszolút uralja a meccset. Az más kérdés, hogy különben már megnyerte volna. Vitolo. Vidal. Sárgalap lesz. Megint egy taktikai szabálytalanság. Itt nyúlt utána Vitolónak. Nem is lehetett kérdéses, hogy mi a szándéka Vidalnak. Így azért még bő negyed órája mindig van az Atletico-nak arra, hogy változtasson. Savic passzolja fel, Morata. Umtiti lépett hátra, és így lehet, hogy nem volt lesen. Correa! 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 Ott a helyzet, João Félix kihagyja! Les volt már. Sergi Roberto blokkolt még. Először Correa rontotta el. Túl sokat várt, ez itt egyértelmű les. Így van. Innentől kezdve igazából nem volna miről beszélni, de azt, ami megtörténik, nem lehet meg nem történté tenni, legalábbis a játékosok fejében, úgyhogy Koreának és João Félixnek biztos, hogy ott marad egy apró lenyomat ezután, a hiba után, valahol a tudatalattiában. De Jong, Griezmann, Suárez. Látjuk, hogy három védőre átállt az Atletico Madrid. Legalábbis itt az előző egy-két percben ez volt a felállás. Suárez már a sokadik vitapartner találja a mai napon. Hozzáteszem, hogy Trippier azért eléggé keményen odalépett. Tomás. Llorente kérné mellette a labdát, megkapja. Trippier. Piqué. João Félix jön és fejeli be Morata felé. Nincsenek igazi helyzetei az Atleticónak, de a madridiak képesek érzékeltetni, hogy még nincsen biztonságban a Barcelona, mert itt egy-egy olyan helyzet alakult ki, ahol picit jobb döntést hoznak, akkor zicser alakul ki. Piqué. De Jong hátra. Neto. Umtiti. Jordi Alba. De Jongnak. Tomás. Labdát veszi De Jong. Busquets még bele tudott szúrni. João Félix. Elveszíti a labdát. Négy Barcelona játékos volt ott. Kicsit túlcifrázta João Félix. Jordi Alba indul meg. Felipe. Megpróbált úgy keresztezni, hogy még bent tartsa a labdát, de ez nem jött össze. Simeone kezdett komoly munkába, már-már önmagát idézően, mert eddig nem láttuk ezt a vehemenciát. És ott a helyzet, méghozzá nagy Vitolo, Vitolo Neto, 11-es. És egy sárgalap. Kihagyott a Barca védelme. Nem tudom, hogy mi történt közben Simeone környékén, hogy a negyedik játékvezetőnek vele kell foglalkoznia, de ez most mellékes is. Vitolo kilép. Hát igen, hozzáér talán Neto, nem nagyon.
Vitolo dobja is magát természetesen. Próbálja visszahúzni a brazil kapusa lábát, ez teljesen egyértelmű. De valószínűleg ez nem sikerült. Az érintés az megvolt, és bár minden esetben nem érthetünk egyet azzal, hogy ez elég a 11-eshez, de lehet, hogy ilyen lendületnél ez valóban így van. És Nétóval ismerteti González a rá vonatkozó szabálypontokat. Ugye nem szabad elhagyni a gólvonalat, ez a legfontosabb. Morata tehát a labda mögött. Morata, gól! Az Atletico egyenlít a 81. percben. Teljesen kilátástalan helyzetben volt Simeone együttese. És igazából csak a videóbíró rendszer mentette meg. Mondjuk még egyszer mondom, hogy jogosan. De hogy itt mit csinált a Barca védelme közvetlenül a 11-est hozó eset előtt, azt nehéz megmagyarázni. Itt Morata már belsővel elpasszolja bal alsóba. Neto a másik irányba ment. Ebben a szezonban ezelőtt egyetlen 11-est lőtt Morata a Getafe ellen. A La Liga első fordulójában azt kihagyta. Ezt most belőtte. Koke gólja után akkora fordulat következett be, hogy azt lehetett hinni, hogy itt már a Barcelona kiüthetetlen a nyerekből, de nem. De nem. És megint ugye ezt a 4-4-2-t látjuk, valószínűleg csak az egyik szélsővédő maradt indokolatlanul hátul, és ezért tud három védős rendszerek. Morata lép ki Correa passzával. Morata! Az lehet, hogy kezet ért Pikénél, ezt reklamálják most az Atletico Madrid játékosok. Videózás lesz. A 83. percben megint a videóbíró főszerepben. Juan Martínez Munuera, most már az ő nevét is érdemes elmondani, annyi helyzetben kellett döntenie. Ez kész. Ez nagyon is kéznek tűnik Pikénél. Nem tudom, hogy fogják megítélni. Visszahúzza a kezét, de már csak azután, hogy hozzáért a labda. És erre ugye a védőkre más szabály vonatkozik, mint a támadókra. És ezt nem lehet azért természetellenes testhelyzetnek tartani, viszont a test felületének meghosszabbításának igen. Viszont úgy dönt a videóbíró, hogy ezért nem jár 11-es most. Szerintem inkább igaza volt ebben Martínez Munuérának, mint nem. Simeone szerette volna, hogyha kapnak egy 11-est. Na nézzük még egyszer. Hát nem ott leszorítva a kar, de mondjuk ez a futó mozdulatba belefér, ugyanakkor vannak olyan játékvezetők, akik ezt a test kiszélesítésének tartják, itt pedig szabálytalan védekezésnek. Trippier dobja be a labdát. És folytatódhat az Atletico akciója. Vidal támaszkodott rá Moratára. Tomás. Umtiti. Vidal. Suárez felé, de ott volt Savic. Trippier. Iván Rakitic jelentkezik egyébként játékra. Messi. Saul sodorta ki a lábát. Itt látjuk a faltot még egyszer. Nem is volt elég hozzá egy mozdulat, kellett kettő. Rakitic Busquets helyett érkezik. Elvesztette kezdőbeli pozícióját Iván Rakitic, és ugye arról is szó volt, hogy esetleg távozna, de hát erről azért Vidal esetében is beszélnek. Mindenesetre az Atletico ellen eddigi pályafutása során 3 gólt szerzett Rakitic, vagy 2-t a Sevillában.
egyet a Barcelonában, és nagyon érdekes, hogy ha ő gólt lőtt, akkor mindig döntetlen lett a meccs végeredménye. Hát most az ő gólja nélkül döntetlen. Llorente, Morata engedi tovább, és az nem rossz. Piqué megkerüli, nagyszerű kiugratás, Correa, Correa, Neto, gól! Gól! Megfordította az Atletico. Mit csinál a Barcelona védelme? Mit csinálnak Piquéék? Piqué helyén most már sokadszor volt, Koke onnan lőtte, a 11-es előtt ott lépett ki az Atletico játékos, és most is Piquét kerülte meg, nemes egyszerűséggel Morata. Borzalmas védekezés Gerard Piquétől. És 2-3 az állás. Innen meg tudta fordítani az Atletico. Ez az, ahol Piqué nem elég határozott, és ott van a helye szabadon. Correa kilép, Neto beleüt, de nincs szerencséje. Hatalmas bravúr lett volna, ha hárítja. Sergi Roberto próbálta még kihúzni, de már nem tudta. 2-3. Még mi történhet itt a második félidőben? Itt láttuk még egyszer. Ilyen fordulatot, ez egyszerre megmagyarázhatatlan. Diego Simeone, ahogy elkapta az őrület, már elnézést ott a kispadnál, ugye a csapatára is átragadt ez. Most aztán a Barcelonának alig néhány perce van arra, hogy egyenlítsen. Jordi Alba. Ansu Fati érkezett De Jong helyett. Hihetetlen, hogy mennyire széteső volt az előző negyed órában a Barcelona védekezése. Ilyen hibákat elkövetni egészen döbbenetes. Messi. Messi. Az is lehet, hogy akkora energiát tettek a meccs megfordításába, hogy abba fáradtak picit bele, legalábbis mondjuk a letámadásuk kevésbé volt hatékony, az biztos. Sokkal többször engedték át a második védelmi vonalon az ellenfelet, és tudott az mélységben megindulni. Tehát addigra, ameddigre beállt a fordulat, akár 4-1-re is vezethetett volna a Barcelona, akkor nem lett volna ezzel a visszaeséssel probléma. Ugye Fátinak ez lehetne az első kupája a felnőttek között, de most nagyon messze került a csapatával együtt ettől. Piqué. És ugye most amellett, hogy érzésem szerint mind a három gólban benne volt Piqué, még ott volt ez a kezezés is, amelyet lehet, hogy egy másik felfogásban dirigáló játékvezető 11-esnek ad. Lehet, hogy ilyen szinten elfárad, de hogy a koncentrációjával valami nagyon nem stimmel, az egészen biztos. És most már látjuk, hogy a két belső védő, Umtiti és Piqué is gyakorlatilag 40 méter az ellenfél kapujától. 90. perc, Umtiti vissza, Savic rossz helyre, Fati, Llorente, Savic. 6 lövéssel próbálkozott az Atletico Madrid, és ebből 3 gólt ért el. Llorente. Llorente viheti, Fati lemarad, Llorente, Llorente! Hát megint végigvitte teljesen szabadon. A késa vajon szokták mondani, de ez késa vaj nélkül. Hát még csak vaj sem volt. Úgy vitte el a Barca játékosok között, ahogy akarta. Senki nem zárt elé, senki nem faltolt, senki nem ütközött. A Neto nem hiába ideges. 4 percet tett rá a játékvezető. Teljesen megmagyarázhatatlan, ami a Barcelonával történt az utolsó negyed órában.
Vitolo. Fati. Correa és Jordi Alba szólalkozik össze. Jordi Albának ugye João Félixen is volt egy hasonló eset, és megint Jordi Alba ment oda Correához. Igen, Correa rárúgta Fátira, tehát hogyha itt a stúdióban, a szünetben mondták, hogy ugye João Félix eseténél a fiatal szemtelenség lehetett, tehát itt azért Correának nagyobb a tapasztalata, mint Fátinak. Jordi Alba mégis sértésként fogta fel, hogy rárúgta az ellenfél a labdát a Barca játékosra. Umtiti. Most egyébként sokkal inkább érthető a frusztráció, mint az első félidő végén, mert ezt a meccset, ezt megnyerte a Barcelona. Legalábbis nagyon úgy nézett ki. Vitolo eladja, Messi, Messi tolja meg, Messi még! Hát nem tudom, mit akart ezzel. Lehet, hogy Fátit akarta a hosszú saroknál játékba hozni. Az is lehet, hogy el akarta csavarni a hosszúra. A 27. mérkőzése Simeonénak a Barcelona ellen az Atletico padján, és ez lehet a harmadik győzelme. Két BL siker után, amely ugye továbbjutást is a Barca kiejtését jelentette 2014-ben és 16-ban, most a Superkupa elődöntőben nyerhetne, és búcsúztathatná a Barcát az Atletico. Jordi Alba, Umtiti, Vidal felé megy a labda, ott volt Saul, João Félix, Morata, Rakitic és Vidal, aztán Piqué is jön. Koreának nem jó a labda, González tovább engedte azokat az ütközéseket a középpályán, másfél perce még van a Barcelonának, azt hiszem, hogy Morata fekszik a földön. Sergi Roberto, Rakitic, Morata szedte össze magát, látván, hogy a játékvezető nem különösebben érzékeny. Messi, Piqué! Kirúgás lesz. Piqué szerzett egy gólt, ami mondjuk egy Vidal váltömésnyivel lesnek bizonyult, és most majdnem még egyet, de hát ez a meccs Piqué szempontjából támadásban lényegesen erősebb volt, mint védekezésben. Itt most jóvá tehette volna, és hosszabbításra menthette volna a találkozót. Morata nem tudta megtartani. Tomás rúgja fel. Umtiti. Jordi Alba. Már csak másodpercek vannak hátra, de ebben az őrült meccsben még mindig bármi benne van. Miért ne állhatna fel a Barcelona egy ívelés után? Savic. Jordi Alba. Jordi Alba Messinek. Umtiti. Rakitic, de most már be kéne ívelni a labdát lassan. Fati. Megteszi, megpattan, eltalálta. Keményen Correát. Piqué húzza középre a labdát. Vidal. Ezt Saul és Vitolo bólítja ki, és vége! Simeone csapata megveri a Barcelonát, és bejut a Superkupa döntőbe. A Real ellenfele lesz. Itt pedig madridi derbi következik majd, és nem El Clásico. Pedig a Barcelona már ott érezhette magát a fináléban, mert Koke ugyan a második félidő elején 20 másodperc alatt a becserélése után egyből megszerezte az elényt az Atleticónak, de a Barca rákapcsolt, fordított, gólokat lőtt, négyet, amiből kettő volt érvényes. De utána jött valami megmagyarázhatatlan blokk vagy fáradás a Barcánál. Rengeteg védelmi megingás és három kapott gól, úgyhogy érzésem szerint mind a háromban benne volt Piqué. Nagy az öröm az Atletico oldalán, és komoly lehet a bánat a másikon, mert a trófeák azért számítanak. És most egyről a Barcelona ezzel lemaradt. Pedig nagyon úgy nézett ki a második félidő nagy részében, hogy ezt a meccset megnyerhetett, az elsőről nem is beszélve, szinte végig uralta.
João Félix azután, hogy többen fegyelmezték a szünetben, itt a végén örület önfeledten, bár ő maga nem tudott gólt szerezni, de a csapata nyer, Simeone és az Atletico drukkerek lehetnek boldogok. A végeredmény tehát Atletico Madrid-Barcelona 3-2, köszönöm a figyelmüket! Elképesztő mérkőzést játszott egymással a Barcelona és az Atletico Madrid, vezetett a madridi együttes, megfordította a Barcelona, aztán viszont az Atletico Madridnak is volt még válasza, és végül ugye kiderült, hogy vasárnap madridi döntőt rendeznek a spanyol labdarúgó szuperkupában. Egy csomó kérdés van itt ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, de talán a legfontosabb, hogy mi történt itt az utolsó negyed órában ezzel a Barcelonával. Én azt mondom, hogy én nem fáradtságra fognám ezt a dolgot. Egész egyszerűen, ha valaki játszott, átélte ezeket a pillanatokat, hogy rúgsz egy gólt, ünnepelsz, két percig azt gondolod, hogy két góllal vezetsz, két esetben is, azért az nyomot hazi, amikor utána megint ugye visszáll az eredeti állapot. És én valahogy azt mondom, hogy ez nem lehet, ez annyira új helyzet, ugye ez nem olyan régóta van ez a VAR, szerintem ez annyira új helyzet a játékosoknak, hogy itt nem lehet még pillanatok alatt, nem tudsz átállni, hogy na jó, most akkor mégiscsak 2-1, és mégis ugyanúgy kell menni. Szerintem ez benne volt a fejekben, látszott, ahogy Vidal utána ment, mint egy vaddisznó, hogy teljesen elveszítette az önkontrollját mindenki, aki az útjába került, belerúgott. Látszik az, egyetlen egy dolgot nem ment fel szerintem Pikénél, a harmadik gólt, mert ott az a határozatlanság, az egy óriási hiba. És szerintem az megpecsételte a Barca sorsát, de én azt gondolom, hogy ez nem fáradtság. Ez egyszerűen ez a meccs, ez így alakult. Tehát, hogyha tényleg úgy érzed ott a pályán, hogy jönnek a gólok, jönnek a megoldások, elvileg már vezetsz is, meg... Nem csak az, hogy vezetsz, lefotballoztad az ellenfelet, mert a második fél időben, a 20. másodperc, első 20 másodperctől eltekintve, amikor ugye itt, és mondjuk valóban Piqué talán ennél a gólnál is hibázott, hogy lefotballoztad. Tehát itt berúgta, azt gondoltuk, hogy most egy nagyon-nagyon nehéz meccs lesz. Itt ez nem sokkolta még a Barcelona. Hát azt gondolom, hogy minket talán még jobban, mert annyira nem volt benne a mérkőzésben, hogy így kezdődik a második félidő, de és akkor azt gondoltuk, hogy nagyon beállnak sündisznóba, azt, amit hibátlanul csináltak, vagy egy-két megingástól eltekintve nagyon jól csináltak az első félidőben, az Atletico játékosai azt folytatják. Egy nagyon szép támadás volt, tényleg szépen végigvitték, de hát itt a belső védeknek a helyezkedése az kritikán aluli, de nagyon-nagyon gyorsan jött az egyenlítés. Hát nagyon, hát meddig 5 percig örülhetett gyakorlatilag az Atletico Madrid. Hát mi azt gondoltuk, hogy most a következő fél órában beáll majd bunkerbe az Atletico Madrid, és a Barcelona kérdés, hogy megtalálja az ellenszerét. Igaz. Jött igaz. A gól, jót tett a mérkőzésnek, aztán utána jöttek olyan jelenetek, amire... De várjál, hát hogy kitől jött a gól, hát azért ez egy szenzációs... Hát kitől jöhetett? Találat Lionel Messitől, itt nem is tudom, kiben merült fel, talán benned. Halmai Gabiban, hogy egy spiccer, gyengébbik láb, ha van, igen, gyengébbik lába egyáltalán Messinek, de hogy én megmondtam, hogy spiccer, gyengébbik lábbal úgy nagyon nem jön testre, és hát végül is azért kiderült, hogy ez nem egy spicces lövés volt. Olyan gyorsan lőtt el, hogy nekem ütött, mint a spiccer, de azt visszajátszásban láttuk, hogy csüddel találta, jó el is találta. Hát igen. Ez egy szerencsés volt, hogy nála maradt a labda, de mikor Messinél... Erőszak csal, de az, hogy tényleg a rosszabbik lábával ilyen hirtelen lövést, ilyen gyors, olyan gyorsan ment a labda, hogy igazából Oblak nyújtózkodott, nem is nagyon tudott elvetődni. Jó, neki rövid a lába, hamarabb oda a labdához. Az igaz, az és aztán meg volt a fordítás is, és hát ugye kérdezitek, hogy ki mástól, azért ha egy játékos egykori csapata ellen lép pályára, akkor azért úgy benne szokott lenni a futballban, meg ez egy ilyen nem... Igen. Hallgatólagos dolog, de hogy betalál korábbi csapat ellen, és Griezmannnal is ez a helyzet. De ez az egész támadás, és ahogyan ebben a periódusban játszott a Barca, tehát az, hogy ki a szélre, jött egy fantasztikus Manfred Kácz annak idén elnöve, ugye a kifli beadás úgy csavarodott a támadó felé, szóval ez minden erét beleadta, Oblak egy hatalmasat védett, de Griezmann jókor volt, jó helyen és betalált, és ilyenkor tényleg azt lehetett érezni, hogy a Barca abszolút uralja a mérkőzést, nem nagyon tudott kijönni az Atletico sem a 16-osától a saját kapuja elől, és tényleg úgy lehetett érezni, hogy itt ez a mérkőzés, ez a Barcelonának megvan.
Viszont a fordulópont, ami egy lélektani ilyen törés lehetett, az a két meg nem adott gól. Griezmann találata előtt volt az egyik nem sokkal, ugye amikor Messi gólját nem adta meg itt a játékvezető. Ilyen van. Most itt az, hogy hát mivel ért hozzá szerintetek? Szerintem kéz volt. Csapott kapitány karszalon. Igen. Dobállam, de hát ez... Igen, csak ugye valóban az van, hogy nem is nézd meg, tehát én azt gondolom, hogy ez egy felhőtlen öröm. Tehát Messinek meg nem fordult a fejébe, hogy ez nem gól, mind ahogy a Barca játékos ellen se. Az teljesen természetes dolog, hogy ilyenkor a gólt kapó csapat az mindent megtesz annak érdekében, hogy hú, hát ez nem volt, az minden. Hát de... nem látjátok, hogy egy kicsit, mint hogyha mozdult volna a kezdet? De amikor már elkezdték lassítani, akkor már igen, de pontosan erről beszélek, hogy amikor egy gólt rúgsz egy lesről, amit te is látod, hogy lesz, és persze eljátszod azt, hogy mennyire örülsz neki, de annak egész más a lélektanál, mint akkor te meg vagy győződve arról, hogy most szereztél egy szabályos gólt. Ő is meg van győződve, és az egész csapat is meg van győződve. Utána azt gondolom, hogy egy leforrázás, amikor azt mondják, hogy hát ez mégse, és akkor jön a kérdés. És az egyik oldalon leforrázás, az Atlético meg ad egy újabb esélyt, hoppá, megint csak egyre vagyunk, és akkor megint van esély. Hát főleg úgy, hogy... És ez kétszer megtörtént. Hát a 74. Igen. percben jött ugye a másik ilyen gól, amit végül is nem kapott meg a Barcelona, itt most megint... És itt, igen, és itt a megint, centizgetés. Igen, és itt ugye behúzták azt, hogy tényleg ott van, de pontosan, hogy pont akkor, amikor elrúgta, mert itt egyébként abszolút nem és lehetett látni. És milyen volt előrébb? Tehát az a felkar, ami a Messinél lefújjuk, hogy szabálytalan. Egri Viktor is említette hogy hívják ezt, váltömés. Nagyjából ennyi szám. Amiben Messi elvitt a de lehet, hogy pont az volt előrébb, mint a Messinél lefújtak, hogy szabálytalan ért a labdán, mert kezdődésen. De mindegy, nem is a centizés. Egész egyszer van egy szabadrugás variációd, amit gyönyörűen végrehajtasz, megint még mindenkülül senki nem látja azt, hogy ez lesz, nem is gondolja. Megint megy az óriási öröm a csapaton belül, gyerekek, megcsináltuk, amit edzésen gyakoroltunk, és megint jön az, hogy megint nem forrázás, igen. És az Atlétikónak pedig kétszer egy pozitív. Tehát ilyenkor azért lehet azt mondani, hogy persze nem kell ezzel foglalkozni, stb., de azért nem így működik egy játékos. Hát nézd, ha így működne, akkor soha nem lenne kiállítás beszédért vagy durvaságért, mert akkor mindenki tudná magát kontrollálni. Én azt gondolom, hogy ezek olyan, és ráadásul ez egy nagyon új szituáció. Nem ebbe születtél bele. Ez most jött egy éve, te 30 éves vagy, neked alkalmazkodnod kell. Amikor bejött az a szabály, hogy nem lehet a hazadást megfogni, akkor a mi kapusok nem voltunk annyira előnyben a fiatalokkal, akik bele már így nőttek fel, és ezt tanulták meg. Nehéz ebbe a dologba szerintem nagyon gyorsan aklimatizálódni, és a Barcának én úgy gondolom nem sikerült, és ez volt a probléma. Tehát ha nincs VAR, akkor 4-1? Így van. A Barcának. Így van. A játékvezető rögtön megadta mind a kettőt. Tehát habozás egyébként nélkül. Itt a 80. percben meg az nem volt kérdés, hogy az járt az a 11-es az Atletico Madridnak, tehát ugye Vitolót... Igen, de nézd meg már, hogy el van csúszva. Tehát itt én azt gondolom, hogy itt csak azon morfondíroztak szerintem, és mondom, lehet azt mondani, hogy ez hiba, meg nem szabad, de ez a védekezés, hogy vezetsz, és a középső védőit sehol nincsenek, és az ellenfél nem is kell semmit csinálni, csak az üres teltőbe passzolni, és rögtön ott áll szembe a kapussal ez. Morata pedig maga biztos, és hozza a szokásos gólját, Álvaro Morata, és ezzel pedig az Atletico Madrid kiegyenlített a 80. percben, és hát itt ugye mi is azért már elkezdtünk nagyjából készülődni arra, hogy jön majd a hosszabbítás, nem, meg... Nem, emlékezzél, mit mondtam. Azt, hogy jön a hosszabbítás. Nem, azt mondtam, hogy ki fog kapni rendeljük a Barcelona. Rendeljük egy pizzát. Az se? Nem. Azt mondtam, hogy ki fog kapni a Barcelona. Lélektanilag már teljesen benne volt, hogy akkor már... Figyelj, nézd meg Simeonét. Annyira jó egyébként egy edzőt ilyenkor, a két edző közötti különbséget meglátni. Hát Simeona megőrült, ahogy mutogatott meg minden. Hát ő volt a 12. játékos. Nem azt mondom, hogy egy edzőnek így kell viselkedni, de pontosan tükrözte a két edzőnek a lelkiállapota, a két csapatnak a lelkiállapotát szerintem. Hát igen, és ennek fáj nekem ezt kimondani, de végül is a Jóskának igaza lett, mert ugye a 86. percben jött valóban az Atletico Madrid győztes gólja. Hát itt Piqué újra. Tehát úgy ment oda az összecsapásba, hogy egy belső védő nem szokott. Elegánsan akarta megoldani, Morata elvitt, és egy sima bepassz, és touchdownba bevitték a labdát. Úgyhogy Piqué, egy belső védő nem szokott oda menni egy összecsapásba. Nem tudom, hogy Piqué elfáradt, vagy fejben neki is őt is megviselt ez a két meg nem adott gól. Én szerintem egyszerűen arra, hogy mondott, finoman akarta megoldani, úgy mérte fel, hogy ezt elegánsan meg lehet oldani, pedig ott ugye azból ez lett volna, hogy ott nem menjen tovább a támadó. Hát tovább ment, a labda is tovább ment a gólvonalon, úgyhogy
Úgyhogy ezzel gyakorlatilag megnyerte a mérkőzést az Atletico Madrid, és hát ahogyan beszéltük, ugye vasárnap este majd Real Madrid, Atletico Madrid finálé lesz Szaúd-Arábiában, hát most van 3 napja ugye mind a két csapatnak még. Itt arra, hogy fölkészüljön erre a mérkőzésre, amit élőben közvetítünk, majd 18.40-kor elkezdjük már a közvetítést, aztán pedig 19 órától kezdődik majd a mérkőzés, de hát addig is csomó minden vár még ránk itt hétvégén, angol bajnokiktól kezdve, olasz bajnokikon át, úgyhogy gyakorlatilag egyfajta megkoronázása lesz ez ma hétvégének. Találkozunk tehát vasárnap is, megmondom, szombaton is, sőt már holnap is, ugye az angol bajnoki felvezetéssel. Köszönjük szépen a mai figyelmet, viszontlátásra!